Ez a teher. Tehát, hogy én nem azért csinálom ezt, mert boldogságot okoz, nem azért vezek részt a közügyekben, szólalok meg, kérem számon a pártpolitikai mostani regnáló kormányt az ostobaságaik miatt, vagy szólok be az ellenzéknek, mert mert azt érzem, hogy, hogy én ettől euh, jobban érzem magam, nem, hanem azért, mert azt érzem, ha én nem, akkor ki fogja -e megcsinálni. A Most jövök legújabb adásának vendége Molnár Áron, színész, aktivista, a Noár mozgalom alapítója. Beszélünk vele a Krubitól kapott kritikáról, az Orbán rendszer elleni küzdelemről, független színházakról, valamint a Hadikról, és szóba kerül a Starbox is. Mielőtt azonban megnéznétek az interjút, iratkozzatok fel a csatornánkra. Ezt az interjút még a Starbucks elődöntője előtt egyeztettük le. Az megfordult a fejedben egyébként, hogy mi lesz, ha mondjuk egy ilyen óriási monoklival fogsz itt ülni? Igen, benne van a fakliban. De az a szerencsém, hogy van két eladás, amit játszunk a Luxien Az egyik ugye az árvák, a másik a becsapódás, és mind a kettőbe belefér. Mert az árvákban egy, egy szeretet nélkül árvas játszott játszok, a becsapódásban pedig egy személyjegyzőt, aki lát a box személyjegyző. Hogy színházban ez teljesen belefér. Nálad meg igazából reméltem, hogy toleráns leszel ezzel kapcsolatban. Meg egy kicsit azért vagy így vagány is lenne, nem? <laughs> De jó, Ugye bejelentette az RTL, hogy 2024-ben lesz folytatása a műsornak. Most tegyük fel egy hipotetikus kérdést. Szerepelhetsz a folytatásban is, és választhatsz egy olyan közéleti szereplőt, akit mondjuk kívnál egy meccsre. Ki lenne az? Oh. <laughs> uh, Oké. Okay. Um, um, én azt mondanám, hogy uh, a valamely pesti srácok uh, újságírója lenne, vagy, vagy a Megafon valamely ilyen propagandistája. Újságírót mondtam? Propagandistát akartam. Véletlenül összekevert a két szót. Pest is a propagandistája közül valaki, vagy, vagy pedig a, 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 a ennek a Megafonnak a valamelyik propagandistája. Miért mondták Azért, mert azt látom rajtuk, hogy az a fajta verbális keménykedés, ami ott történik, ez a fajta totális ilyen, ilyen beolvasás ebben az online térben, vagy ez a fajta kihasználása az adófizetői forintoknak, amelyeket ők füstölnek el Magyarországon. Tehát ugye egészen döbbenet, ország, egy országnak a social médiájára szánt büdzsét füstölik el arra, hogy valakit lejárassanak. Az egy, az egy érdekes kihívás lehetne, mert igaz egy, egy, egy legális szembenézés lehetne a, egy ilyen szituációban. Az, egy, az, az, izgalmas dolog lenne. Nem másrészt meg nem gondolom, hogy ilyen szempontból az erőszak megoldás lenne, de hogyha már így beszélgetünk egymás között, akkor nyilván senki nem fog ezt megnézni. Tudod, így, ez nem kerül ki közül, akkor azt, gondolom, azt gondolom hogy ővelük nagyon-nagyon szívesen. Hát még nem is ugye utcai verekedésről beszélünk, hanem, hanem arról, hogy a szorítóban milyen kontrált körülmények között kivel a csapatnál össze. De ugye a, azt tudni kell, hogy ez 14 unciás kesztyű, tehát a profik 10 unciásban bunyóznak, az sokkal kisebb, tehát az, az, azon sokkal nagyobbat lehet ütni, ez 14 es sokkal nagyobb. A fogvédő van bent ilyenkor, akár fejvédő használata is megengedett. De ezért találkozom a Starbucks miatt nagyon sok helyzetben olyan emberekkel, akik online megkeresnek, hogy pp vernének, szétkapnának, szétvernék a fejemet, stb. 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 Ez. Azért ez a Starbucks, ez egy, ez egy vörös postó ezeknek az embereknek, akikben van ez a fajta gyűrlet felénk, felém például. Én ezeknek, ezeknek az embereknek én csak azt tudom üzenni, hogy jöjjenek le a ksi be egy jegyzésre. Aztán utána úgy alakul, akkor ott egy sparring lehetőség, és aztán normális körülmények között akár sparringolhatunk, eszűzhetünk is egyet. És egyébként most tök őszintén, azért nyilván te kapsz ilyen üzeneteket, meg savat a nyakadba, kommentekbe, most mondod, hogy privát üzenetekbe is megtalálnak, hogy hogy ez mennyire, mennyire, érint meg, vagy ez már lepereg róla teljesen, vagy még azért úgy mégis foglalkoztat, hogy valaki azt írogatja neked akár névtelenül, hogy, hogy pp Amikor azt érzem magamon, hogy kipihent vagyok, akkor tudom humorral kezelni ezt. Amikor azt érzem magamon, hogy kimerült vagyok, akkor betalál. Nem fog kamúzni. Tehát akkor betalál, kellemetlen, nagyon rosszul esik, és, 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 és így le is épít. De ezért keresem inkább mindig azt a részét az életemnek, hogy hogyan tudom a frissen tartani magam, hogy boldog legyek hogy nyugodt legyek, hogy, hogy kipihent legyek, mert hogyha ezek jönnek, akkor szerintem a, humor, mint fegyver alkalmazható ezekkel az ostoba emberekkel kapcsolatban. Annyiban maradnék a Starbucksnál, hogy nyilván tök jó flash lehetett felkészülni a műsorra, edzeni, kiebb és kiebb tolni a határaidat, de hogyha mondjuk a, megnézzük a végén, akkor mondjuk a három órás műsor időből mondjuk tíz perc volt, vagy öt perc, nem tudom pontosan mennyi, amennyit a ringben töltöttek az emberek, és hogy azért ott is az van, hogy nem profik, hanem, hanem azért alapvetően amatőrök ütötték egymást, és, és szelebe ami egy ilyen ö, olcsóbb módja a szórakoztatásnak, meg, a, meg nem tudom a trash műfajnak, hogy mennyire volt neked még dilemma, hogy elvállalod ezt a műsort. Hát azzal azért vitatkoznék, hogy ez ö, ö, trash, meg, meg, hogy, meg hogy olcsó mód. Azért, mert ö, akkor olvastam a kritikáitokat minden egyes alkalommal, miután véget ért a Starbucksnak a valamelyik adása. És ilyenkor tényleg nagyon, a legnagyobb szeretettel tudom azt üzenni, hogy csináljátok végig velünk a felkészülést azért amikor arról beszélünk, hogy 7-8-9 hónapon keresztül, ugye van, aki egy évvel ezelőtt például Isten, mondta is, hogy ő egy, egy éve készül erre, tehát előbb tudhatta meg azt, hogy mikor tud ebben részt venni, azért de ez nagyon kemény. Tehát, ugye, de nem is, bocsánat, nem is arra gondolok, hogy most a maga a felkészülés, meg hogy az a teljesítmény, amit mondjuk akár egyéni szinten egy-egy versenyző letett az asztalra, hanem azért maga a műsor az mégiscsak egy, egy, egy arról szólt, hogy emberek verekednek a, a szorítóban. A, profi a is erről szól, az amerikai foci arról szól, hogy egy emberek egymásnak rohannak, a, a, a ketrecharc arról, hogy emberek kilefeszítik egymás karját, Hát azért, tehát szerintem azt, ott, kell, ott kell kezelni azért az ökölvívást, meg a boxot, ahol van. Tehát ez egy küzdősport. Hát, hogy ez tényleg így van. A kérdés igazából szerintem a, a miensége és a technikai hiány esetleg. Az, 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 lehet kérdés ebből a szempontból. De azért itt láthattunk képzett ökölvívót például akár Bras Bence személyében. Ráadásul, és olyan edzőknek a kezel a dolgoztunk, akár ugye Törteli Ferenc vagy Trajer Gábor, akik az én edzőim voltak, a Kási két képzője, és ugye emellett segített nekem Melinda, akik nagyon komoly szakemberek ebben a történetben. Úgyhogy amikor végül oda kerülünk a, a Starbucksnak a ringjébe, akkor azt szerintem érdemes összehasonlítani a 18 évvel ezelőtti starbucks -szal. Mert itt egy sokkal képzettebb bunyósok voltak szerintem ebben a történetben. Soha nem fogom azt mondani, hogy én boxoló vagyok, vagy, vagy tudok boxolni. Ez nagyon távol álljon tőlem. Viszont mindent megtettem azért, hogy ne hozzak szégyent erre a sportra. Például, ezt most engem csak hogy elmondjam, nekem egy iszonyatosan jó érzés az, hogy tudtam egy az utolsó mérkőzésemen rácienő egy kombinációt ütni. De ez nem csak nekem nagy dolog, hanem sokszor mondják profik is, hogy az első 10-20-30 meccsükön uh, után tudnak kombinációkat ütni, után tudnak figyelni az edzőjükre. Az, hogy én az utolsó harmadik mérkőzésemen érted, ki tudtam, az első leütés után ki tudtam nézni az edzőimre, akik azt ordították, hogy nyugi, nyugi, és mondták, hogy hátsó kéz test, és utána pedig álljak fel egy horoggal első kézzel, és utána, amíg rá tudtam várni egy csapottat, nekem az egy fantasztikus érzés volt, mert az azt jelenti, hogy megtanultam tőlük azt, hogy ezt tudjam alkalmazni a ringben. Az egy, ez egy azért nagy dolog számomra, mert profi ökölvívók is mondják, hogy x mennyiségű meccs után tudják csak ezt végrehajtani. Uh -huh. Tehát, másrészt pedig a műsoridő. Miért ne? Hát, hogyha a, a négyszer-két perc van áll rendelkezésre, és akkor a közötti időben pedig lehet X mennyiségű dologról beszélni, akár megszólaltatni profi sportolókat, beszélni a box szeretetéről, az ökölvívásról, hallhatjuk például Kokót beszélni, aki nekem gyerekkori ikonom volt, mint küzdő sportoló, és most meg ő rakja föl rám az övet, az is elképesztő élmény volt azért. Ezek számomra nagyon jó érzéssel töltenek el, és igen, persze, érthető, am, am, amit mondasz, ez, hogy ez, ez te azt mondod, hogy elnyújtott vagy, de hogy, de hogy miért ne lenne az, miért ne élnének ezzel a lehetőséggel az RTL klubon belül, az RTL klub stábja, hiszen ez egy, ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy nagyon-nagyon sok különböző a sport szeretetéről, akkor arról, hogy a felkészülésről, a sport tiszteletéről beszéljünk, és ott vannak a kis videóink is. Ugye, bocsa, volt, hogy és, na, és pont erre akartam is egyébként kérdezni, hogy, hogy neked a bemutatásodnál, Hogyha jól lettem a kis videókban, akkor az, hogy neked egyébként van egy a színészet mellett, te egyébként egy mozgalomnak vagy az alapítója és az egyik vezető arca, ez, az nem jelent meg. <laughs> hogy ez egy tudatos döntés volt, ez egyeztető volt az rtl vagy, vagy a csatorna óvatoskodott ilyen szempontból? Nem, 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 egyáltalán nem. Hát ugye egyrészt ott volt rajtam a, egy, egy pulcsi, ami rajta volt a kiállásnak a szimbóluma, a felkiállító jel a körben. Tehát, hogy senki nem szólt miatt, hogy ezt nem vehetem föl. Ha szóltak volna, akkor, akkor ez, ez, egy, akkor én nem véletlenül hiszek ebben a, ebben a csatornában, vagy gondolom azt, hogy, hogy teret adnak arra, hogy tudjunk normálisan és nyíltan fogalmazni bizonyos közügyekről. Szó nem volt arról, hogy hogy azt mondták volna, hogy a Noár nem jelenhet meg ebben a történetben. Nem es egyszerűséggel, és ez egy nagyon érdekes dolog. Az van, hogy a Noárnál most van egyfajta, egy kézifék, egyfajta kézifék, fajta, nagyon őszintén fogok neked erről beszélni, egy tanástalanság. Uh -huh. hogy mit lehet csinálni most ebben a hangulatban, ebben az atmoszférában, ami körbelengi ezt az országot, ezt a társadalmat a, civil társadalmat is akár. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy merre kell haladni. És az, hogy a boxal tudtam foglalkozni 8 hónapon keresztül, nem tudom neked elmondani, hogy milyen üdítő volt. De akkor Jó. most a, ebben a 8 hónapban, akkor még maga az aktivista és mozgalmár éned akkor a szentérbe szorult? Háttérbe szorult kifejezetten, igen, sőt, de az utolsó, mink a, az elődöntés a döntőnél nem is vettem részt már a meetingeken. Kértem is a stábot, hogy, ne, hogy, el is mondtam, hogy nem fogok tudni elmenni a meetingekre, mert nagyon jó fejül reagáltak erre a történetre. De, de hogy itt ez nagyon sok komponensű, mert, mert nagyon sok helyzetben találkoztunk a Noir kapcsán, például a kudarccal, mint olyannal. És amikor párhuzon állítod a a boxot, mondjuk a Starboxot, a, a noár mozgalomnak az eredményeivel, iszonyú érdekes volt, hogy ugyanazt a munkát fektettem bele a, a felkészülésben, a Starbucksban, mint egyébként a közügyekben, aktivistaként. És itt kézzelfogható az eredmény. Megtalálod a technikát, megtalálod a lábmunkát, megtalálod a védekezést, amikor elmész egy sparringra, akkor akár kiütsz valakit, vagy esetleg a selejtező, elődöntő, döntőnél győzöl, ezek kézzelfogható eredmények. És ez nem hasonlítható össze az aktivizmussal, ahol, ahol kiállsz a pedagógusokért, a diákokért, az oktatásért. És sok helyzetben van olyan, hogy hátba szúrnak, van olyan, hogy elárulnak, van olyan, hogy nem éred el a kellő hatást, amit szerettél volna, és hiába szervezel egy 40 ezer fős tüntetést a, ebben a helyzetben, abba is belállnak, és az sem vezet el abba, a, oda, ahova szeretnéd, hogy az a fajta közös kollektív kiállás megtörténjen például a pedagógus társadalom ö, részéről. És aztán utána Találkozni ezzel a rengeteg kudarccal, az fájdalmas, az nagyon rossz érzés. És és amikor jöttem ide hozzá, gondolkoztam, hogy használjam el ezt, a, ezt a szót, hogyha beszélgetünk erről, de igazából igen, ez a. A, kudar a kudarcot? A kudarc, nem, nem a kudarcot, hanem a menekülést. Mert a, a Starbucksban való részvétel részben menekülés is volt a közügyek elől. Hogy egy picit Más ingereket kapjon az agyam, hogy egy, hogy a, a befektetett energia, amit megállás nélkül tolok bele például a mozgalomba, hogyha az átcsoportosul egy, egy sportban például, vagy mondjuk a társulat szempontjából, mondjuk a lupsz ilyen hogy ez kézzelfogható és pozitív eredményeket tud hozni. És az meg jó érzés, mert az azt jelenti, hogy az elégedett energia tud eredményt hozni, csak úgy tűnik, hogy a mozgalommal kapcsolatban egyszerűen most ez nem az az időszak. Uh -huh. Ez az időszak, ez most arra való, hogy egy picit, egy picit elcsöndesedjünk, egy picit figyeljünk, hogy vagy figyeljek, hogy ez most mivel jár a, a, a közügyekben való részvétel. Mi történik, hogyha mi nem vagyunk ott? Ez például, ugye most az oktatási tüntetéseknél nagyon-nagyon kardinális állítás volt a részemről, hogy ne vegyünk részt a mostani ügyekben, hanem csináljuk. Ez az idei ősznek az eseményéről beszél? Na igen, igen, tehát igazából márciustól, uh -huh. vagy, vagy bármilyen megmozdulás volt most. Nagyon szeretném azt, hogy ugye nagyon sokszor ért minket ez a vált, hogy mi rátelepszünk, vagy én rátelepszem témákra. Ugye ez egy mondás, vagy egy olyan, egy olyan kifogalmazott kritika. Ezzel kapcsolatban most szerintem akkor én adok teret, vagy a mozgalom ad teret, hogy akkor oké, okay, akkor csináljátok nélkülünk. Nézzük meg, hogy ez hogy működik nélkülünk. Itt a tér, itt a lehetőség, nyomjátok. És hogyha az derül ki, hogy ugyanúgy, vagy akár még jobban, akkor azt mondja, hogy te sajátra lépsz, és De nem kérdés, magad nem az kérdés Ez nem kérdés. Az én cél, nem, nekem nem az a célom, hogy én mekkora király vagyok, hogy megszerveztem 40 ezeres tüntetést, hanem azért, mert hogy az a tüntetés vajon eszkalál-e egy olyan ellenállást, amiben a, stá a státusz törvényt visszavonatja x mennyiségű pedagógus. Engem ez érdekel. Engem nem az érdekel, hogy, hogy vesz a pulcsit meg pólót tőlünk. A pulcs meg a póló megvételével a mozgalmat támogatod. De azt mi egyből átudtuk, az egy, egy millió forint volt égen, ami bejött a, a pulcsiból, a pólóból, mi annak 950 ezer forintot Iványi Gáboréknak adtunk. És engem nem, nem, tehát hogyha nélkülünk, vagy nélkülen működik ez a történet, a, én leszek a, leg, a legboldogabb, aki háttérbe fog lépni ebben a történetben, mert ez iszonyat teher. Tehát, hogy én nem azért csinálom ezt, mert boldogságot okoz, nem azért vezek részt a közügyekben, szólalok meg, kérem számon a pártpolitikai mostani regnáló kormányt az ostobaságaik miatt, vagy szólok be az ellenzéknek, mert, mert azt érzem, hogy, hogy én ettől euh, jobban érzem magam. Nem, hanem azért, mert azt érzem, ha én nem, akkor ki fogja -e megcsinálni. Nem azért állok ki az LMBTQ közösségért, nem azért állok ki Iványi Gáborék mellett, mert én a, a fókuszban akarok lenni, bár, Tomi, tiszta szívemből mondom, bár ne nekem kellene, bár most így föl tudnánk sorolni, vagy húsz embert, aki ebbe a történelme beállt, akár csak a szakmámból, vagy akár azok közül, akik ismertebbek, celebek, akinek 100, 200, 300 ezer követője van, vagy milliós követő, Tök, tök, menő lenne, ha egyszer csak a Dancsó Péter megjelenne az Iványi Gábor tüntetésén, és kiállna érte. Hogy tök menő lenne, hogyha egyszer csak azt látnánk, hogy, hogy a klub is beleállt ebbe a történetbe az oktatás szempontjából. Na erre egyébként fogunk is beszélni külön. Két dolog jutott eszembe, ahogy hallgattalak beszélni. Az egyik, hogy, hogy kicsit olyan volt, mintha ilyen megkönnyebbüléssel beszélnél arról, hogy most így 8 hónapja nem vagy benne aktívan, vagy hogy nem foglalkozol vele, mert hogy, mert hogy az előző, az azt megelőző időszak, akár a kritikák, akár a kudarcok, hogy te is fogalmaztál, hogy az nekem úgy tűnt, hogy azért az eléggé felörli, vagy ledarálja az ember. jól érzed. Nem fogok ezzel kapcsolatban mellé beszélni. Ez tényleg így van. Hát, hogy az felőről, igen, rossz érzés. Nem jó érzés. És főleg azért nem jó érzés, mert, mert nem magamért harcolok, hanem, hanem az országért, a, a, az országnak a szabadságáért, egy közösségért, a, a, akár a pedagógusokért, akár, akár mondjuk a, a, az egészségügyben dolgozókért, de, de hogy én engem, engem tényleg az a része érdekel ebben, hogy, hogy, hogy ebben tudunk előrébb lépni, és mikor azt látom, hogy, hogy, hogy nem, hanem hanem egyre, egyre rosszabb helyzetben vannak ezek az emberek, és nem, nem állnak ki magukért, akkor, akkor én miért töröm magam? Én senki helyet nem szeretnék soha többet harcolni. Én valakivel válvetve harcolok nagyon szívesen. De az, hogy valaki helyett a jövőben, aki nem, nem akarja, hanem én tolom ezerre, hogy de, de, csináljuk és harcoljunk, az semmi értelme. De akkor volt ilyen, mert pont azt akartam egyébként kérdezni, hogy hogy néz ki a vagy hogy nézett ki mondjuk a korábbi időszakban, hogy uh, titeket kerestek meg, szervezetek, hogy segítsetek a nyilvánossággal, a Facebookkal, a nem tudom kapcsolatrendszeretekkel, vagy fordítva is volt olyan, hogy ti mentetek oda egy, -egy szervezethez, hogy nektek nagyon szimpatikus az ügy, amit ők képviselnek, és hogy ti támogatnátok őket. Na most a, ez egy azért barom érdekes, mert szinte mindig, nem, nem szinte mindig minket kerestek meg. Tehát például a, a Tanítanék mozgalom, amikor az október 5-i tüntetés előtti, az, az április a választások előtti, a 2022-es választások előtti tüntetést csináltuk kint a Kossuth téren, akkor a tanítanék mozgalom keresett meg minket, akivel egy nagyon jó fúziót alkottunk, és az október 5-i óriási 40 ezres tüntetés is a tanítanék mozgalommal közösen szerveztük. Az október 23-ai mozgalmat, az Adom Diák mozgalommal ők hívtak föl minket és kérték a segítségünket, ugyanis nem volt meg az a fajta kapcsolatrendszerük, szimpa technika, dramaturgia, stb. social media és kommunikáció, amivel mi rendelkezünk. Kérdés nélkül segítettünk nekik minden kontaktban, minden ilyen helyzetben. Ugyanez vonatkozott az LDF-re, az Egységes ugyanaz vonatkozott, minden egyes a grundra, nagyon nagy szeretettel segítettünk ezeknek a szervezeteknek. Mert ki, hogyha nem mi, itt van a lehetőség, egy csomó embert ismerünk, egy csomó kapcsolatrendszer alakult ki öt év alatt, hogy ne adnánk át ezt a tudást, miért tartanánk meg magunknak. De amikor azért ez visszaérre fordul és hátba szúrnak ilyen szituációkban, az fájdalmas, nem a tanítanék mozgalom természetesen, teljesen mindegy. Ez, ez, igazából ezekben a helyzetekben a, a, ez, inkább, inkább tanulunk, azokból a helyzetekből, hogy, hogy nem, de nem a tanítanék mozgalom, de inkább tanulunk azokból a helyzetekből, és ezért mondom a kéziféket, hogy most csinálják ezek a szervezetek, csinálják ez a közösség, vagy ezek a, a, a vezető akik most, azt, most az oktatást viszik, nézzük meg, hogy ez hogy alakul, hogyan tud jó kialakulni, de nélkülünk. Uh -huh. És ez fontos szerintem, hogy, 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 ez derüljön ki, hogy ez működik-e, és én tényleg tökre örülök, hogy ez működik. De és akkor most a, a Noir mozgalom a kézifék behúzásával együtt, akkor itt mi történik, hogy a vannak meetingek, ugye most azt is be lehetne hozni, hogy, hogy korábban láttam olyan posztot, hogy nektek is vannak rendszeres támogatóitok, hogy ilyenkor most tényleg így mivel foglalkoztok? A futó ügyeink közül ugye van a Darma projekt, Gabi és Csaba egy, egy egészen elképesztő állatmenhelyet hoztak létre, amiben ugye mentett állatokat az államnak a válláról vállalták át a felelősséget, és csodálatos közösséget hoztak létre, és egy állatokat mentenek megállás nélkül. <kül> és hát a na, Barna György és csapata pedig rájuk szállt kőkeményen, és fel akarják, hogy az egész Balaton felvásároljon el. és nagyon nagy hülyeség lenne ezt nem nyíltan kommunikálni. Tehát, az, ö, 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 civilektől, állampolgároktól, magyar emberektől veszik el a földeket a földes urak. Felvásárolják, bezsarolják különböző kapcsolatrendszereik alapján, ö, elveszik a földjeiket, földeket vesznek el magyar emberektől. Ez, 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 egészen brutális. És ugyanez várna Csabáékra, csak Csabáék, Csaba és Gabi, kőkemény, és beláll a történetben a Noir ilyen szituációkban óriási segítséget szeretne nyújtani abban, hogy ez láthatóvá váljon. Tehát ez tapintható volt, hogy abban a pillanatban, hogy sikerült nekünk, mi, nagy Zsolt barátom mesélte erről, hogy a Csabáiknak a, a Dharma projektje az micsoda, az állatmenhelyek kapcsolatban, mi azonnal mentünk, és, és mondtuk, hogy mi mindent adunk. És azért mi, mikor, mikor reflektort fényt irányítottunk rá, akkor tudtunk erről az űről beszélni, és elkezdett a média is, ti is foglalkozni, nagyon sok médióurgánunk kezdett el foglalkozni ezzel az ügyjel. Ami, érezhető, az, ami, ami tudva levő, hogy az azért van, mert mi is elkezdtünk vele foglalkozni. Ez egy lehetőség, hogy a reflektort fényt irányítsuk ezekre a történetekre. De! Ez egy nagyon valid kérdés, amit feltettél hogy akkor viszont ez hogyan tovább. És én méltatlan sem szeretnék visszaélni a rendszeres támogatóinknak a, a bizalmával. Ezt nekünk is át kell gondolni, és a, egy jó pillanatban, ez biztos, hogy jól fogjuk kommunikálni, hogy akkor ezt most hogyan és miképpen fogjuk a továbbiakban. Mert azt nem szeretnénk, hogy valaki más elessen esetleg attól a támogatástól, akár a Telex, a Partizán, a Taritari -tari Mozgalom vagy Iványi Gáborék. Ezekben a helyzetekben, hogyha, hogyha mondjuk mi behúzuk a kézifigyet, viszont mentek tovább. Uh -huh. Picit más dimenzióját hoznám be a közeleti aktivitásodnak, Ugye te alapszakmádat tekintve, meg te színész vagy, és azért ezt gyakorlod az aktivizmus mellett is. És tavaly interjúztam a Csépvállal, akivel beszélgettünk az ilyen közéleti szerepvállalásról, akkor, hogyha egyébként valaki mondjuk színészként dolgozik, és azt mondta, hogy hogy, hogy aki belel, közeleti témákba, annak tudnia kell azt, hogy egyébként az a mágia tönkre mehet, hogyha felmegy a színpadra egy színész, akkor ne, a, ne őt lássák, mint Molnár hanem mondjuk Hamletet lássák, aki, akit ő meg akar formálni. Hogy te mit gondolsz erről a állításról? Én a, 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 úgy, hogy egyébként minden tiszteltem Mácsai Pál művészete felé, én ezzel nem értek egyet. A mágiát mi teremtjük meg estéről estére. Az a mi felelősségünk színészként, hogy képesek vagyunk-e behúzni például a téged nézőként, hogy nem Molnár Áron aktivistát lásd, hanem azt a srácot, aki a szeretetért küzd árvaként, mondjuk az Árvák című előadásban. Ez az én felelősségem színészként, hogy ebben a szituációban be húzni abba a mágikus térben, amit mi színháznak nevezünk. Nem gondolom. Szerintem egy, én, én meg is fordítanám ezt a dolgot. Szerintem egy színésznek kutyakötelessége az aktivizmus. Azért, mert egy színésznek nagyobb elérése van, nagyobb lehetősége van az emberekhez szólni. És szerintem ezt a két dolgot külön kell választani, ez nem kérdés, de kéz a kézben kell, hogy járjon. Hogyha az aktivizmus mellett színészetet űzzük ezt a csodátos szakmát, azzal emberekhez tudunk szólni, embereknek, em, embereket tudunk behúzni ebbe a különös játékba. És ott a már következő lehetőség, hogy a, 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 magatartásodat, az attitűdödet, az értékrendedet, ezek az emberek láthassák aktivistaként. De akkor neked egyébként nem nehezebb, vagy azt nem érzed, hogy nehezebb megteremteni azt a közeget a színházban, hogy amikor felmész a színpadra, akkor nem mindenkinek először az üsson eszébe, hogy na ott van a csávó, aki egyébként a színpadról elküldi Orbánt, hanem, hanem a szerepet lássa. Érdekes, hogy kérdez, de én nem is gondolkozom ezen. Egyáltalán nem. tehát a, a, a negy, még egy tüntetésre kiállni a Kossuth téren, a, ott Molnár Áron áll ki, és mondja el a személyes véleményét, illetve konferálja be Azariát, vagy pedig hívja fel a színpadra a Törlei Katát. Tehát hogy az, az, Molnár Áron, e per egyben. De amikor a színpadra kiállok, az egy szerep. Annak van neve, az a neve, hogy Benny, vagy az a neve, hogy Liam, vagy az a neve, hogy, hogy bármi, amit éppen játszom, ez, ez a két dolgot, ezt maximálisan el kell különíteni szerintem. Ez, ez a sincs. Sőt, szerintem én azt érzem, hogy ez egy jó fúzió tud lenni. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki foglalkozik a közügyekkel, integrálható az a közeg a színházba, illetve a színház közege hívható a tüntetése. És én azt gondolom a starbox kapcsolatban is. A Starbox egy lehetőség, hogy használjuk azt a fajta reflektorfényt például, amit ad ez. Hiszen mikor van lehetőségünk millióknak beszélni arról, hogy dedikálunk egy küzdelmet Iványi Gáboréknak? Vagy mikor van lehetőség elmondani azt, hogy az élsportolók milyen elementáris munkát fektetnek bele az életükbe. Itt van a lehetőség. Vagy az megköszönni a tűzoltóknak, rendőröknek, mentőknek, szociális munkásoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, dedikálni egy mérkőzést, egy győzelmet, egy díjat, egy, 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 egy elért célt. Ez, 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 szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, és azt gondolom, hogy, és sőt, nem, nem csak gondolom, hanem tapasztalom, hogy a közeg, aki nézi a Starbucksot, ő jönni fog színházba. És az a közeg, aki nézi a Starboxot elképzelhető, hogy jönni fog tüntetésre. Mondok egy példát. Amikor elmentem nemrég egy oktagon küzdelemre, ez azt jelenti, hogy egy ilyen brutális ketrecharc küzdelem, jöttek oda nagyon kemény arcok. Nálam két feje magasabb, egy ilyen kopasz, hatalmas, kigyúrt emberek, és azt mondták, hogy nagyon nem volt szimpatikus a itt beszólogattál a rendszernek, de hogy megnéztük a hadikot, és azt gondoltuk, hogy, hogy aki nem magyar, az nem tudná így eljátszani ezt a, ezt a szerepet. Aztán utána láttunk a Starboxban, és aztán azt mondtuk, hogy ez a gyerek, ez tökös. És innentől kezdve beszélgetünk szerintem arról, hogy hogyan tákítjuk azt a léggömböt, vagy hogyan használjuk eszközként például azt a műsort. Ez egy lehetőség, hogy eljussunk olyan emberek közé, akik csak annyit láttak belőlünk, esetleg amennyit a propaganda mutatott. Uh -huh. De még egyébként például téged a színházban szerinted a Vesz valaki jegyet és megnéz, aki mondjuk uh, elkötelezett Fidesz szavazó. Oh. Találkoztál már ilyennel? Aki Fideszes, de eljött megnézni az uh -huh. Igen, persze. Ugye ja, volt olyan, hogy oda ment beszélni és elmondta, hogy én amúgy <coughs> orbánista vagyok, de most eljött a megnézni. Olyan is volt, és olyan is volt, aki most a, a, a Starbucks kapcsán írt privátban egyébként, hogy egyáltalán nem ért velem egyet a, a, a gondolat, de hogy ez egy tökös dolog, és, és szerintem itt, amikor rólam beszélünk, ugye nagyon sokszor ér ez a fajta, uh, egy, tehát a gondolkodó, kritikusan gondolkodó embereket, az a vádér, hogy ballipsi, ugye? Tehát ez, ez annyira ciki. Tehát én, nem, te, olyan, én nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol egy 35 éves ember azért, mert kritikus a kormányal szemben, és kiáll az LMBTQ közösségért, uh, Őt berakják egy bal, balipsi kategóriába. Ez annyira cik, cikinek tartom. Sőt, azt is cikkinek tartom, hogy Magyarország miniszterelnöke a liberális szóból csinál egy libernyákot, ami ugye egy pejoratív jelzővel illet, ill, illethet színtől kezdve embereket, akik szabadon gondolkodnak. Miért? Én, én nem kezdek el uh, a keresztény konzervatív uh, értékek mentén ironizálni, mert azt gondolom, hogy a keresztény és a konzervatív az nem a Fideszhez köthető. Milyen jogon jön Magyarország miniszterelnöke az, hogy a, a kiforgassa a szavainkat, és uh, eltulajdonítsa a színeket, a nemzeti szimbólumot, a, a, a nemzeti ünnepeinket? Ez nem ér, nagyon nem ér, és nem, én, én biztos nem, nem egy ilyen országban szeretnék felnőni. És amikor például arról beszélünk, hogy, hogy valaki eljön a színházba fideszes, jöjjön. Miért ne jönne el? Ne, és én azt gondolom, hogy egy fideszes szavazó is jöjjön ki az oktatásért való tüntetésre. Hiszen az ő gyermeke is elfogja a, a, azt szenvedni, ami miatt az oktatás a szakadék szélére kerül és megy tönkre. Ez, ez, nem jobb vagy baloldal kérdése, hogy a klímavédelem, klíma és ökológiai védelem sem jobb vagy baloldal kérdése. Annyit visszatérnék a, még egy párral ezelőtti mondathoz hogy, hogy arra beszélte, hogy a színészként kutyakötelesség aktivistának lenni, meg felszólalni közügyekben. Hát ez mondjuk az Magyarországon úgy tűnik, hogy ez, ezzel a gondolattal hát nem vagy többségben, mondjuk a színész társadalmon belül talán lehet így fogalmazni, hogy te mit, tapasztalsz egyébként mondjuk a kollégák részéről, hogy, hogy ők egyébként hogy támogatnak téged ebben, vagy azokat, akik még felszoktak szólalni, vagy, vagy van valamilyen ilyenlegű aktivitásuk, vagy ilyen feldeszemmel néznek, vagy mondják, hogy ők is mennének, de hogy ők nem mennek, vagy tehát hogy mi, a, mi az attitűd? volt egy nagyon érdekes beszélgetés az Ervinnel, nekem nagyon jó barátom a nagy Ervin, és akkor beszélgettünk, hogy bentünk hazafelé, és így mondta, hogy egyre többen állnak bele a, a közügyekbe, és mondom, tényleg mondom, kik? Hát ott van például, hogy te, én, Lengyel Tomi, Nagy Zsolti, a, én mondom, igen. És, és így megállt a számolás ugye a, a, a férfi színészeknél az, hogy ki, ki áll bele a közügyekbe. Mert azért itt beszéltünk, tehát a Rajner Michi Nóriról például, aki nagyon keményen beláll, mint kemény színésznő. De, hát, hogy, de, hogy így, de hogy egyszer csak így nem tudsz összegyűjteni tíz embert a szakmádból, aki nyilvánosan vállalja a véleményét, és kritikus, nyilvánosan kritikus ezzel a rendszerrel szemben. Ez így ez nem fog menni. De, hogy, de, hogy de, ennél... de, ez miért, de ez miért van szerintem? Mert félnek. Ez egyértelmű. Féltik az egzisztenci, de ez nem csak a színészekre igaz, és ez nagyon fontos. Ez igaz a zenészekre, igaz a, a az egészségügyben dolgozókra, igaz a, a, a pedagógusokra. Egzisztencia, megfélemlítést. Figyelj, hogy egy olyan országban élünk, ahol egy lák miatt kirúgnak a, a, a közmédiából. Igen, ez tehát de hogy ez annyiban ez... szétválasztanám, hogy nyilván a, ha valaki mondjuk a nyilvánosság előtt szerepel, van egy saját nyilvánosság a social media, stb. színészként tényleg nagyobb teret kap az, amit ő, ő mond, azt nem most nem összefeltétlenül mondjuk egy pedagógusa, vagy egy egészségügyi dolgozóval, mert nyilván sokkal kitettebbek ugyanú, az emberek. Ugyanúgy, de hogy a színészek szín pont ugyanannyira kitettek. Hát nem, nem lesz munkád. Fekete listára kerülsz. Hát ez ez teljesen egyértelmű. Nem fogsz tudni forgatni filmekben. Itt van például a hadiknak a története, ugye? Hát, de várjál, akkor hogy került a Molnár Áron a hadikba? Ugye egy egy olyan filmben, ami a huszárokról szól. Egyrészt véletlenül. Totálisan véletlenül. Ök ez a rendszer azt tudja, hogy ki az a noár, de ki az a molnáron, arról nem tudta. Na, erről egyébként pont akartál kérdezni, és ugye volt ez a nyilatkozatod, ugye kritizáltak téged többen, amiatt, hogy a hadikban szerepeltél. Hát. És hát ugye te azt írtad a Facebook oldaladon, hogy, hogy, hogy véletlenül kerültél bele, mert hogy nem tudták, tehát amit most az előbb is említette, hogy nem tudták, hogy ki az a Molnár Áron, de hogy, tehát, hogy 2021-ben kezdődött a casting, vagy a forgatás, vagy 22-ben? 21-ben. Tehát azért azt nekem azért nehéz belátni, vagy életszerűnek tartani, hogy azt tényleg, De mire alapozod ezt é, az állítást, hogy nem tudták inkább, akkor ja. így kérdezem. Oké, oké, oké. Tehát egyrészt ugye a hadik történet az azért, az onnan kezdeném, hogy szerintem, a, ha valaki részt vesz egy történelmi filmben, annak az hadne a most regnáló Fidesz kormány a privilégiuma legyen az, hogy történelmi film készül. Tehát, hogy hadd szerepeljek már, hogyha nem számomra fontos például a Huszár történet. De neked fontos? Igen, nagyon. Hát a nagyapám ő Husár katona volt Szerbiában, amikor például ő, a halál előtti utolsó telefonbeszélgetésünk az volt a nagyapámmal, hogy felhívtam és mondtam, hogy nagyapám, képzeld én éppen a dzsigit gyakorolom a lovon. És a nagyapámmal, akivel évek óta nem beszélgettünk hosszan, csak pár mondatot, kinyílt a story és elkezdett mesélni nekem arról, hogy ő is, ha, azt mondta, hogy Áronkám, hát én így törtem a lábamat. És elkezdtem mesélni, azt, hogy hogy ö, ö, csajoztak, és hogy állt a lovon, és hogy a jeges ö, földbe, hogy verte bele a lábát a dzsigitek közműs, és az hogy gyakorolta folyamatosan. És az, az utolsó telefonbeszélgetésem ez volt a nagyapámmal. Az, hogy a, én patriótának vallom magam. Nekem mérhetetlenül fontos ez az ország. Fontosnak tartom. Minden egyes Imádom ezt az országot. Én szeretem a történelmét. Azt gondolom, hogy hogyha, ha van egy kicsi eszünk, akkor. Jó kezekbe kerülve például a, a betyárok története, az egy Picky blinders történet. A búvárkund az, az, a, az a magyar Aquaman. Tehát egy olyan történet, amikor, amikor nem ez a rettenetes rendszer lesz hatalmon, akkor ugyan a következő regnáló hatalomnak ugyanúgy kötelessége szerintem történelmi filmeket csinálnia. Tehát ez, 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 ez nem, a, nem, nem lehet megint Fidesz privilégium a történelmi film. Mondjuk itt azt hiszem több dolog is összejött ebben a történetben, mert hogy egyrészt ugye még a Vajna korszakban ugye hát kevesebb történelmi film készült és mondjuk pont az magyar szélső jobboldali hangok kezdték verni a Tamtam-dobot, hogy de hát hogy kellenek magyar történelmi filmek és hogy azt látjuk, hogy hogy mondjuk az elmúlt években ezek így el is kezdtek valóban felerősödni, és hogy abba a sorba illeszkedik be a hadik is, mint mondjuk az elkurtuk, vagy a blokkád, ez vagy, ez most akár, vagy most ez akár, ez, 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 nagyon nem értek egyet. Hát a, a először is ez nagyon súlyosan ketté kell bontani, és ezt erről beszélünk egy picit részletesebben, ha megengeded. Tehát a hadik az egy huszár történetet dolgoz föl. Az, hogy hadik András, hogyan és miképpen ö, trollkodta meg a, a frigyeséket. Tehát Ez, ez, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy történelmileg valós tény, egyébként már halott emberekről beszélünk. Az Elkurtuk az azért propaganda film, mert olyan emberek szerepelnek benne, a szerepeltetnek benne olyan embereket, Dobrev Klára például, akikre egyébként fél év múlva lehet szavazni, van egy pártja, és olyan mondatok vannak beleadva a szájába, amelyek hazugságok amelyekre a Kossuth Rádió és a különböző médiumok tényként hivatkoznak a filmben elhangzott hazugságokra. Jó, az ez szélsőséges példa. Nem, ez nagyon jó példa. Vagy mi az el de mondjuk ott van a blokkád, vagy akár a hogy ebbe a csokkorba. És szerintem ez nem ugyanaz, mert, mert, az, mert miért ne készülhetne film szemmelweis Nem láttam a filmet. Na, jó film, akkor el fogom ismerni egy jó film. Én megnézem az el rossz film. De nem csak az a baj, hogy rossz film, hanem azért az, hogy propaganda film. A, a hadik, az miért, miért, ne csinálhatnánk, és ezt mondom, a Fidesztől függetlenül kell készülni történelmi film. Miért ne, Én nekem fontos a huszár történet. Készülnek a betyárokról is történet. Hadd legyek én az egyik fő betyár ebben a történetben. Tökre érdekel. Engem, engem mozgat ez a történet, érted? De az viszont fontos ö, szem előtt tartani, hogy nekem aktivistaként, ha részt akarok venni ma egy államilag finanszírozott filmben, egyébként a toxikoma is az, meg a <kül> tehát, tél, csodálatosan, csodálatos filmek is azok, tehát a, ezek adófizetői forintok, nem a kormány pénze, ez nem a Fidesz pénze, nem a Fidesz kegye az, hogy ő pénz, pénzt, hanem ez a kötelessége, hogy támogatja a filmeket. De hogy azért, amikor itt van például a hadiknak a története, az fontos megemlíteni, hogy igen, és ebben igazad van, hogy elkértem a forgatókönyvet, mielőtt elmentem a castingra. Mert ez, ha készül egy ilyen film, akkor nekem be kell kapcsolni az aktivista létnek, vagy az aktivista gondolkodásnak, hogy találok-e propagandát a forgatókönyvben. És ugyanaz vonatkozik egyébként azokra a színészekre is, akik mondjuk eljátszák az elkurtuknak a szerepeit. Mert ha én elolvastam a hadiknak a forgatókönyvét, egy barom izgalmas történetet olvastam el. Az volt az első forgatókönyv, és a forgatunk az a 11. volt, tehát hogy sok minden változott közben, de szerintem nagyon izgalmas forgatókönyv volt. De hogyha találkozom propagandával benne, akkor nem vállalom el. Érted? Tehát, akkor nem fog tükörben nézni, akkor szembe köpöm magam. És neked szerinted a hitelességed az, az sorbát? Én most, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor azért azt láttam, hogy, hogy ez jó néhányan megszólaltak ebben a kérdésben. Akár a Rákai Filip is veled például az, hogy Lemlem, aki a leghangosabban diktatúrázik, az is egyébként el tud menni egy állami filmbe és tud szerepelni, de még kommentekben is láttam azt, hogy azért hogy voltak olyan, nyilván most nem akarok a kommentekből kiindulni, csak hogy tehát egy volt, olyan, volt nem egy olyan érzésem, hogy, hogy ezt a megjelenésedet, ezt egyébként azért többen felhasználják arra, hogy, hogy veled okay. kritikusok legyenek. Ezt értem, amit mondasz, és értem a példákat. De én szeretném, hogyha megértenénk azt, vagy akkor nem is, csak gondolkozzunk el azon, hogy a történelmi film, a történelmünk, hogy az Fidesz privilégiuma, -e, én szeretném, hogyha készülne történelmi film. Én játszani akarok benne. Ezekben a történelmi filmekben. Nekem fontos a magyar történelem, fontosak ezek a magyar hősök, a, ahogy mondtam, Búvárkund, Toldi vagy Bátyás király, ezek, ezek iszonyatos, brutálisan gazdag történetek film szempontjából is. Ne citáljuk már folyamatosan a polit pártpolitikai platformra ezeket a történeteket ha én akarok aktivistaként játszani egy történelmi filmben, akkor az hadd tehessen meg. És szerintem itt, ez, itt van a kutya elásva ebben a társadalomban, vagy ebben a gondolkodásban, ahol most élünk. Hogyha te, te játszol egy történelmi filmben, akkor te árulóvá válsz. Kivel szemben? Nekem nem lehet fontos a történelem? Nekem nem lehet fontos egyébként az, hogy, hogy, hogy mik történtek a huszárlétben? Miért? Azért, mert egyébként kiállok mondjuk meleg emberek mellett vagy a melegen, melegen belekért. De miért ne jöhetne ez a dolog össze? Miért, ne, miért összeegyeztethetetlen ez? Miért ne lehetne az, hogy nekem is vannak keresztény konzervatív értékrendjeim, és egyébként liberális értékrendjeim? Ez, ez kizárók? Ma Magyarországon csak így lehet élni, hogy vagy az vagy, vagy az vagy? Hogy nekem, nekem, nekem állás kell foglalnom? Tehát, hogy oké, de akkor kire szavazol? De fogalmam sincs, kire szavazok. Nem tudom. Ugye hiszen ami, ami felmerülhet még szempontként, um azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy, hogy ugye beszéltetés mondjuk tiltólistáról, meg fekete listáról, hogy ki az, aki nem tud rendezni, és akkor is felsoroltál, akár abban a posztban is, a Hajdu a Mudrucu a, a, a barátod is. Enyedi uh, uh, igen, hogy, uh, hogy akár azt az állítást tudja valamilyen szinten gyengíteni, hogy, uh, hogy hát vannak, akik állítólag nem tudnak szerepelni, vagy nem kapnak állami pénzt, de hogyha aki a leghangosabban, vagy egyik leghangosabban kritikus a kormányzattal szemben, hogyha még ő is be tud kerülni, akkor nem biztos, hogy itt akkora baj van. De, de, de óriási baj van. Egy pillanat, tehát hogy itt olyan emberekről beszélünk, akik uh, nemzetközi fesztiválokon hatalmas díjakat, világhírű emberekről beszélünk. Nem én csak azt mondom, hogy milyen érzést kelthet akár emberekben. De bocs, de, de, ők, de ők is pályáztak az állam felé. Tehát nem az történik, hogy megkapják a pénzt, akkor nem, nem, forgatják le a filmeket. Ők a rendezők. Én pedig színészként azt mondom, ezek adófizetői forintok, ezért szerepelek egy filmben, ami adófizetői forintokból készül, ami a huszárokról szól, ami számomra fontos. Ha találkozom propagandával ebben a történetben, akkor nem szerepelek ebben a filmben. Ugyanezt gondolom, hogyha ők például mondjuk teszem azt Reis Gábor állami uh, pénzt kap a következő filmjére, de azt mondják, hogy egyébként szerepelnie kell benne uh, Rákai Filipnek, akkor neki kötelesség azt mondja, hogy nem, nem csinál meg ezt a filmet, tehát hogy hmm, tudjuk, De lehet, hogy Rákai Filip nagyon jól játszik. Azt, nem, azt nem tudjuk még a színész kvalitásait. Nagyon jól játszik. Azt látjuk a színészik kvalitásait. Na, még egy, egy izgalmas dolog volt nekem a, ebben a Facebook posztban, amit a Hadikről írtál, hogy azt írtad, hogy bármennyire is akarták, a kormány egyik tagja sem tudott kivenni a filmből. Igen. Erről neked van konkrét információt, hogy volt ilyen próbálkozás? Hol. Így van. Na, ezt meséld el. Hát, ö, ö, tehát azért óva ezeket az embereket, akik ezekben a helyzetekben benne voltak, ö, miután ö, a Vinyászke megcsináltam azt a videóját, amiben reflektáltam arra, hogy ő kért, kért, konkrétan megszólított engem, és kért egy olyan filmet, amiben én jó vagyok, mert hogy ő egy nemzeti színházas próbán kínatkoztatta, hogy én nem vagyok jó nem vagyok színész, nem vagyok jó színész, és hogy, és hogy mondja, küldjek neki egy filmet, amiben én jó vagyok. Ugye ez volt az ő mondása. Hát ugye ez, ez az információ eljutott hozzám, hiszen ő üzent nekem, én pedig visszaüzentem neki nyilvánosan a Nemzeti Színház elől egy videóban, amiben pont erről beszéltem, hogy hát pont aktuálisan van egy film, ez volt a Toxikoma, vettem neki jegyet egyébként, és leraktam a Nemzeti Színház portájára, hogy megnéztem, meddig van a próbája, tízig, és mondtam, hogy fél tizenegykor az álléban fél óra át tud érni, meg tudja nézni a Toxikomát, kettő jegyet vettem neki egy nagyon klassz helyre. És elkezdődött igazából egy ilyen adok-kapok a Nemzeti, Nemzeti Színháznak a igazgatójával és a szakmáknak a pusztít, főpusztítójával. Vinyánszki Attilával, hát ö, ugye itt ezek után jött az olvasó próbája a hadiknak. És ott jött a visszajelzés, hogy, ö, hogy azért most kiderült, hogy ki az a Molnár aki benne van ebben a filmben, és jöttek a telefonok, hogy, hogy azonnal kerüljek ki ebből a filmből. Mert ez nem, nem lehet. De azon már késő volt, mert akkor már szerződésem volt. De és azt a NER 11. évében az, hogy van egy aláírt szerződés, az Szerintem ez, ez tényleg szerintem igen, erővel? Szerintem igen, meg a média figyelem is azért ebben a helyzetben. Az, az, az kínos lett volna. Mert például ugye azért, a, 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 ahogy ugye Ervin is beszélt ugye a, a Geszti műsorban, tehát ott azért ott le érezhető volt, tehát ott, ki kellett venni az Ervin ahhoz, hogy a film tudjon készülni. Tehát ma aki kell szedned egy színészt ahhoz, hogy te kapjál állami pénzt. Tehát, hogy itt is ugye, de ha már az olvasó próbánál tartunk, egy aláírt szerződésnél tartunk, az egy nagyon komoly média figyelmet kapott volna, hogyha kiszedtek volna ebből a filmből. Tehát másrészt pedig ugye az az meg látható volt, hogy oda a forgatásra a német szilárd, ez ugye egészen elképesztő volt, ugye azért az a, az a párbeszéd. Tehát, hogy amikor egyrészt én azt hittem, hogy az időjós jött, amikor mondták, hogy megjött német szilárd, azt hittem, hogy az időjós látogatott ki a forgatásra, és aztán kiderült, hogy ez nem a Fidesznek az alelnöke jött. És azon mentem hozzá, ruhában, kezet fogtunk, és azt mondtam neki, hogy milyen érzés magába szívni egy kis kultúrát. És azt kérdezte, hogy miért úgy nézek ki, nincs, azt mondom, hogy igen, úgy. És azt mondtam, hogy ugyanazt tudom magának üzenni, mint amit maga üzent a népszabadság bezárásánál. Ugyan, ugyanazt tudom most is mondani, igen, én is, mond, és mondtam neki, én is ugyanazt tudom mondani, éppen ideje volt, ugye ezt mondta, hogy a be kell, zárni, népszabadság be kell, hogy zárjon, épp az ideje, hogy megbukjon a maguk rendszere soha nem lett volna lehetőségem ezt szemben mondani. Szerintem ez kötelességünk ilyen helyzetekben szemben mondani, amikor szembe jönnek ezek az arcok velünk, akik teszik tönkre a kultúránkat, a szabadságunkat, a függetlenségünket, igenis szembe kell mondani. Na de arra a kérdésre nem válaszoltál az előbb, hogy mondtad, hogy jöttek telefonok, de hogy azt lehet tudni, hogy konkrétan kitől, tehát volt egy miniszter, aki telefonált, vagy ez hogy nézett ki? Azt uh, 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 nem tudom, nem, 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 tehát, uh, nem tudom konkrétan ki telefonált. Nem tudom. De nem az a visszajelzés, tehát nem csak nyilván ezt akár, mint egy ilyen a rendszer jellemzője, kint is egyébként egy tanulságos történet, vagy a mennyivel egy érdekes felfejteni, hogy, 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 milyen próbálkozások voltak, hogy ott neked ott valaki szólt a stábból, hogy amúgy telefonáltak, hogy amúgy téged tök jól szedni, de én. már nem tudnak mit csinálni. Én, igen, igen, Tehát azért igen, nem csak a stáb, így van, ahogy mondod, tehát azért az egy, az egy hiteles forrás volt, akitől ez az információ jött, és, és volt is, és az érdekes volt, hogy uh, volt is kérés ezzel kapcsolatban, hogyha azért, ha lehet, akkor, akkor mérsékeljük ezeket az oda, -oda szúrásokat, stb. De ők nem szeretnének beleszólni abba, hogy én mit és hogyan csinálok. De hogy lehet, akkor, akkor le mérsékelni. De hogy, szerintem ez egy teljesen normális, hogyha valakinek van egy gyermeke, ami egy film, amit szeretne létrehozni, hogyha hogy megkér egy aktivistát, aki belerúg abba azonnal, aki, amikor igazságtalanságot talál valahol, hogy így félti a gyermekét, a filmet, magát. Ez teljesen, teljesen normális. szerintem itt az én felelősségem az, hogy ezt megfogadom-e, vagy pedig, vagy pedig megyek a saját fejem után, és rendszerint a saját fejem után megyek ilyenkor. Szerinted te most fekete listán vagy? Persze, ez nem is kérdés. Hát mikor voltam a köztévében? <laughs> ha belegodtad... hát a köztévé, tehát bocs, az egy dolog, de most te is soroltad a toxikomát, a, most akkor a hadikba is játszottál, ugye a Tóth Jánosban is szerepeltél, a ugye a köztévén. De az a más, között. a, a, a amit Tóth János az még a Noár előtt volt. Tehát ugye az egész... A, a... Egé a, a... De a meg a hadik az már a Noár után. Igen, igen, de, a, de igen, 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 de hogy a, a, a fekete istán való szereplés az azért szerintem múlik azon, hogy van a köztévében, ami 150 milliárd forintból működik, adófizetői forintból működik, egyszer sem az öt év alatt, egyszer sem hívnak be olyan embert, aki nemzetközi emberjogi díjat nyer, aki egy főszerepet játszik egy díjnyertes filmben, stb. Ez azért nem elgondolkodtató egy picit az, hogy hogy nem jelenik meg a köztévén az ember, vagy az, hogy. Sőt, talán, vagy, vagy például azok a hírcsatornák, mint mondjuk az a hírtévé, vagy bármilyen, tehát, hogy nem, nem írják le a nevemet, mint a hadiknak a szereplője. Nem jelennek meg ezek, tehát az, az annyira méltatlan és annyira kínos, iszonyatosan cikinek tart. De hogy akkor mondjuk a Nemzeti Filmintézetnél ott nem vagy? Hogy ne lennék? Szerintem bár el, el, el készülhetne most egy film az én főszereplésemmel, vagy ez megtörténhetne egy... Hát azért kérdezem, mert hogy két, két évvel ezelőtt még elkészülhetett, de akkor azóta de biztos, ilyen Sokkal sapontból. rosszabb a helyzet, mint két évvel ezelőtt. És amikor most a hadikról beszélünk? Igen. A hadikkal kapcsolatban, tehát az, az fontos felismerni, hogy a még egyszer mondom, az egy véletlen. És egy szerződés biztosított engem, hogy nem szedtek ki a filmből. De akkor is rémisztő volt a helyzet. De, de most, a mostani helyzet, ahol tart ma a kultúra. A kultúráis is leuralásának az egész őrületnek, az agymosás a Színház és Filmművészeti Egyetemen, a, a, pártpolitikai mocskolódások színházról színházra. Sokkal rosszabb a helyzet, mint két évvel ezelőtt. Sokkal. Rettenetes. Iszonyatos. De akkor mondjuk te mikor voltál utoljára olyan castingon, igen. Hadik. Az volt az utolsó. Addig volt az utolsó. Semmi más film, tehát ami, 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 akár nem is állami támogatással készül, hanem ne. valamilyen független produkció. De, akkor... de, 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 szerencsére, de az nem casting volt, ez egy, van, egy, van egy csodálatos film, és nem tudom, hogy beszéltek erről, de most beszélek erről. Kérlek. Oké, okay, és uh, Holtai Gábor, akivel csináltunk egy kisfilmet. Ez a nagyon-nagyon uh, izgalmas kisfilm volt, Lovas a főszereplése. Az, ezt játszottunk együtt egy különös történet, egy, egy világban. És a volt Gábornak uh, van egy filmterve, egy tényleg, ö neki is gyermeke ez a film, amit létre akar hozni. És uh, valószínűleg, ha minden igaz, akkor ez márciusban le fogjuk forgatni. Az államtól függetlenül. Ma Magyarországon, ez egy elég brutális, tehát ma Magyarországon, hogyha egy valódi alkotóval szeretnél dolgozni, valódi ügyek mentén, akkor azt úgy fogod megcsinálni, hogy uh, hogy uh, független az államtól, de kb. ingyen. Tehát érted, mennyire durva? Tehát, hogy, hogy nem kb. ingyen, ingyen. Szívből. Tehát, hogy ma ahhoz, hogy a Holte Gábor meg tudja csinálni a következő filmjét, ami egy, egy varázslatosan különös és izgalmas krimi és tud válni, ahhoz, 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 úgy, ahhoz, csak úgy tudunk együtt dolgozni, hogyha szívünket, lelkünket tesszük bele ebbe az ügybe. És, és csak úgy tudunk az államtól függetlenül filmet csinálni, hogy az emberek szinte alig vagy nem kapnak pénzt a munkájukért. Színészek. És igen, beletesszük ezt, és ez azért kísértetesen hasonlít egyébként a szocializmusra, nem? Tehát, hogy ilyen fű alatt készülnek az igazán jó filmek, nem? Tehát, hogy akár most megnézzük a Reis Gabinak a filmjét, tehát, 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 ez egészen, egészen döbbenetes. De ebben, ebben van valami iszonyú szomorú, szerintem. Tehát az, hogy, hogy ide jutottunk, itt tart a szakmánk, és, és tényleg még mindig azt kell hallgatni a Vinyánszki a szájából, hogy, hogy mi azért álltunk bele az eszenyi enikőbe, mert ő nem ment el valami tüntetésre. Hogy, hogy várhatjuk el, hogy változzon ez a generáció, ez a szakma, hogyha most nő föl a Színház és Filmművészeti Egyetemen egy olyan generáció, aki ezt a narratívát hallja csak. Hogy, hogy várhatunk el változást, hogyha egy olyan ember kezei között nőnek föl, ahol, ahol egy kritikát ö, mutatja a, az óráján, a, egy előadásról szóló kritikát, hogy az a politika hogyan szövi át ezt a dolgot? Egy hát gyűlöletből, haragból, sértődöttségből nevelt fiatal, friss generáció, hogy lesz teljes mértékben egészséges, vagy kíváncsi a világra? Volt egy érdekes mondatod egyébként egy korábbi interjúban, ami általában kicsit így a, a, film készítésre vonatkozott. Talán a Kodarkain elbeszéltél ennél, vagy onnan írtam ki, azt mondtad, hogy mondanak egy nagyobb összeget, és azt hiszik, hogy utána a színész megveszik, mint egy kutyát. Ugye ezt egy producerről mondtad, hogy volt, aki nem tudom, így beszél. Ez mennyire általános? Nem mondanám azért általánosnak. Akár pont amiatt, vagy abból a helyzetből kiindulva, amit mondasz, hogy, 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 hogy szinte ingyen kell dolgozni, hogyha egyébként mondjuk nem állami filmben akar szerepelni, hanem és ott lehet, hogy már egy picit nagyobb összeg az már mondjuk nagyon kiszolgáltatott. Tehát. Azért azt látni kell, hogy a színészeknek a, a nagy kicsi a piac, a, mondjuk, mondjuk Lengyelországhoz képest, ahol még 40 millióan élnek, azon sokkal lehetett négyszer mennek mondjuk moziban, néznek filmek, streaming szolgáltatóknál sokkal többen előfizetők Magyarországon, azért fontos az államnak a része, az adófizetői forint, forint, hogy ezeket tudja támogatni. Na most itt ugye, és pont ez a kiszolgáltatottság eredményezi azt, hogy a színészeknek azt üzeni igazából az egész szakma, meg a, akár a producerek, vagy akár rendezők, akik tisztelet a kivételnek, hogy neked, neked ez egy lehetőség és egy kegy, kegy egy gyakorlunk felét, hogy te szerepelhetsz ebben a filmben. Hogy ez, tehát hogy itt azért ez egészen döbbenetes ezzel találkozni, ez a fajta kihasználással és kizsigereléssel. Ez, ez egy nagyon-nagyon ez téves út. De ezen csak akkor tudnánk változtatni, hogyha a színészek már összefogna, esetleg szakszervezetbe tömörülne, és lennének olyan pontjaink, amik nélkül nem vállalunk el filmeket. Tehát, hogy most megnézzük az amerikai sztrájkot, Igen. az írók és színészeknek a sztrájkját, ez egy, ez, egy, ez egy történelmi pillanat szerintem. Ez egy, ez, egy, ez egy, a, de, 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 amikor arról beszélünk, hogy bezzeg a, a, így, meg úgy, meg miért javatkozunk Amerikára, de, hogy itt Amerikában beleálltak ebbe a történetbe. Nem is előszor, tehát hogy I, ott már a többedik igen, 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 de hogy, de, de hogy te jó ég, tehát hogy szerintem ezt jelenti a, az ön, a, 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 polgári öntudat. Érted? Amikor arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk akár csak a Noáron belül vagy, vagy én Molleráronként miért harcolok? Ezért, hogy, hogy, például ami a mi kis történt, Ugye a, 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 ott is az, hogy ne nekem kelljen kiállni egyedül legfiatalabbként azért, hogy jobb helyzetben legyünk négy évad után a legnézettebb sorozatban, hanem ezt közösen, kollektívan álljunk ki a saját ügyeinkért. De mikor ez nem történik meg, amikor mondjuk tizen kezdjük és egyedül maradok a végén, akkor az nagyon fájdalmas, az nagyon rossz érzés, és ugye el is könyvelhetném annak, hogy akkor nincs értelme. De szerintem a szó, amit keresünk, vagy ami nekem nagyon segítség volt, hogy most nincs értelme. Uh -huh. Tehát ezért volt fontos például utána pár hónapra rá az a kudarc, amikor, amikor fel is mondtam a mi kis falunknak a, a stábjában, és, és nem vállaltam a következő évadot, az azért volt, mert mert én nem tudtam volna tükörbe nézni, úgyhogy úgy ugyanúgy megy a folytatás, mint ahogy eddig. És nem tudtunk volna nem, nem tudtunk megegyezni a producerrel és a rendezővel. Tehát ez, nem, 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 ez akvágányos futott. A többiek csinálták tovább, én pedig úgy gondoltam, hogy Nincs az az egzisztenciális helyzet, ami miatt én azt fogom mondani, hogy oh, nem, én ezt bevállalom és összeszorítom a fogam. Nem. Majd kitalálom. Hogy, tudom, hogy én tudtam azt, hogy mi lesz utána, hogy miből fogok megélni. Fogalmam sem volt. Egyáltalán nem tudtam. De azt éreztem, hogy itt nemet kell mondani arra, amiben eddig működtünk. Mert ha én ezt nem teszem meg, soha nem fog tudni pacek és önazonosan kommunikálni például azok a fiatalok fölé, felé, akik mondjuk most fölnőnek a Szienzis Filmművészeti Egyetemen, vagy, vagy, fiatal színészként. És ugyanaz volt a Vix is. Amikor például azt kérdezi, hogy de te, mit kockáztatsz, Árony, akkor a szád, de mit kockáztatsz? Én kétszer is kockáztattam az életemben nagyon komoly egzisztenciát. Amikor az eszenyénikőnek az abúzusa tetőzött a Vígszínházban, amikor rájöttem, hogy hat, hat éven keresztül voltam ott, és legalább négy éven keresztül küzdöttem ezért a történetért. Uh, lapozom, mert topic mi? Topic ez, a, ez a, az Enikőnek a rész. Csak az Elő nem fog lapoz... kerülni, persze. Oké, ja, oké, okay, okay, csak ezt, csak egy, akkor ezt így meg, megpendítem ezt a részt. Akkor ott nekem egy fix fizetésem volt. Nagyon rossz fizetés, de fix fizetésem volt. Nyáron is fizetésem volt, uh, amikor nem dolgoztunk. Uh, de amikor találkoztam, azzal a fajta hatalommal való visszaéléssel, abúzussal, amit ő csinált, akkor azt mondtam, hogy ennek itt vége. És azt nem szeretném, nem szeretnék ebben részt venni. És ott is a nullába ugrottam. Nem volt semmi. Azt mondtam, hogy nem tudom, el fog menni futárkodni, érted? Vagy valamit kitalálok. De szeretnék tükörben nézni. Volt már olyan, amióta mondjuk végeztél az SF-én és aktív színészi pályán vagy, hogy, hogy, meg kellett szakítanod, vagy el kellett válnod valami olyan munkát, ami nem kapcsolódott mondjuk a, a színészethez? Nem, nem volt de, 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 voltál közel hozzá? Persze. Hát a, a, a felmondásnál, amikor, amikor felmondtam a Vígszínházban, ott egyértelműen ez volt. Tehát ott, 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 nem volt az, hogy a következő színház vagy társadalmat átvesz, vagy az, hogy van egy filmes munka, ami bejön és. Tehát az, 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 nem volt. Az, az, azért az, az a nagy nullába ugrás volt. Egy kőkemény nullába ugrás utána jött a Szűcs felkérése az, hogy Miskolcon játszom el Ványa bácsit, 27 évesen, és mondtam, hogy uh, de jó, akkor utána jött az, hogy leforgattuk a, a, az egészen gyönyörű Memo című filmet Tasnádi Istvánnal, akkor utána jött az Örkény felkérés, és aztán utána jöttek a munkák, de volt egy, egy nem három-négy hónap, amikor, amikor az volt, hogy most majd munkát kell keresni valahol, és ki tudja hogyan, de meg, megélni a hátán is. A mi kis falunk, az ugyanez volt. Hát ott is Mondtam, hogy köszönöm szépen, az ötödik évadban nem szeretnék most már tovább részt venni akkor viszont, ha nem, tudjuk, nem tudunk megegyezni abban, hogy legyen túlóra, legyen szeparált öltöző és helyiség, és legyen kiszámítató gyártási terv. Ennyit kértem. Nem sikerült. Oké, akkor ezt nem tudjuk tovább csinálni, akkor ez, ez, ez ennyi. És aztán utána az is a nagy nullába ugrás volt. Nem volt máshonnan fizetésem, nem, volt, nem voltam társulati tag, független voltam, tehát így... <laughs> Tehát, tehát amikor valaki azt kérdezi, hogy te mit kockáztatsz, <laughs> elég sokat kockáztattam el. De És ott volt, hogy mondjuk, nem tudom, kölcsön kellett kérnád, vagy, vagy a megtakarításaid... Hát persze, teljesen persze, Ez volt, igen, igen. Tehát ott azért félre-félre tudtam magamnak rakosgatni, és ott egy ilyen megtakarításomból éltem, tehát a, a félretett pénzemet éltem föl, és aztán így mentem előre, kísérletezgettem, próbálgattam azt, hogy mit és hogyan érdemes csinálni, és aztán te összejött. <laughs> Hittem benne. Hogyha már behoztad az eszenyi ügyet, akartalak is erről kérdezni, mit szólsz az ő visszatéréséhez abban az értelemben, hogy ugye ő már szerepelt az RTL-nek is egy állatszos énekes című műsorában még 2020 őszén, viszont azóta mostanában ugye szerepelt kisfilmben, illetve most a TV2-n többször is lehetett látni a táncolós műsorban. Ja. Amikor az eszenyi ügyről beszélünk, akkor igazából ez egy... Um, az egy, az egy, tágabb ügy, és tényleg vissza kell menni Vinyánszki a a kijelentéséhez. Amikor azt mondta, hogy ugye mi azért állunk ki, vagy azért állunk bele ezt a mert nem ment el egy tüntetése. Ott volt egy óriási lehetőség az egész szakmáknak, hogy vegyen egy rohadt nagy levegőt a Attilával együtt, és beszéljünk, beszéljünk a színházi abúzusról, hogy beszéljünk a hatalommal való visszaélésről, és beszéljünk a keretekről, hogy hogy néz ki az, hogy hogyan próbálunk, vagy hogyan élünk vissza helyzetekkel egy színházban. De nem ez történt. Hanem fogta Attila, és abban a helyzetben az egészet fogta, és áthúzta a párt politikai platformra, és azt mondta, hogy mi azért állunk bele, mert kik 14 volt színházi tag, akik közül volt, aki én is többek között 5 éven keresztül hallgattam erről a történetről nyilvánosan, mert azt hittem, hogy megoldható a színházon belül, és mikor rejtem, hogy nem az, akkor elmentem onnan. Akkor fiatalok, akik, akiknek sok veszteni valója van, de mégis belállnak ebbe a történetbe. Ki, ki az, aki milyen tüntetésről beszél az, az ember? És ott volt egy tök nagy lehetőség, hogy beszéljünk arról, hogy itt mit lehet és mit nem lehet megtenni színészekkel. És azért folytatódhat ez a történet. Azért van az, hogy mai napig eh, Enikőnek van lehetősége eh, szinte, szinte teljes, teljes eh, nyugalomban mennie ezzel a történettel, mert ott volt a fővárosnak egy vizsgálata a főváros vizsgálatában ott ült el, ott majdnem, több mint 60-an, azt hiszem 63-an 63, 63 ember, volt, ember. 63 ember volt. Nem, bocs, 71 és 63 uh, valomás sem is meg, vagy, uh, vagy I ilyen Pontosan. Igen, megszólalást. Igen, a, tehát, és itt ebben a helyzetben ott ült előttünk egy egyébként nem szakmai krémium. Nem volt jogi képviselet, nem volt semmi. Majd utána fogták és a valomásainkat megsemmisítették. Innentől kezdve ki fogja kimondani azt, hogy mi nem boszorkány üldöztünk? Ki fogja azt mondani, hogy nekünk igazunk volt? Ki fogja azt mondani a 14 emberre, hogy nem karaktergyilkolni akartuk ezt a nőt, hanem hanem végre egy nagyon súlyos traumát, végre kiventilálva elmondtuk, hogy mi történt abban az intézményben, és nem akarjuk, hogy bár nem vagyunk ott, de nem akarjuk, hogy a jövő generációjával, vagy az ott lévő társadalmat ugyanez megtörténjen. És nem csak velük, hanem az egész magyar ö, színházi és művészeti közeggel. Ott volt a lehetőség, ott van a lehetőség. De, és az, a, a... de ez a 63 valomásnak a megsemmisítése, ez hogy történt? Vagy ennek te utána mentél, hogy mit történt abban a fővárosi vizsgálatban? Lengyel, Tomi volt, meg én, akik leginkább ütöttük a vasat, és mai napig ütjük a vasat ebben a történetben. Hát ugye az volt, hogy volt egy vizsgálat, amiben nagyon komoly, nagyon súlyos vádak hangoztak el. Ott volt a lehetőség, hogy nem, nem a nyilvánosság felé, de azzal kezdjen valamit a főváros hogy azt mondja, hogy itt tényleg történt abúzus, tényleg történt hatalomavaz való visszaélés, és lám az etikai kódex milyen keretrendszerben kell, hogy működtessen egy intézményt, egy társulatot, egy, 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 egy bármit, hogyha ilyennel találkozik. De nem ez történt, hanem visszaküldték a vizsgálat eredményét Rudolf Péternek. Miért? Mi van azzal a 63 emberrel, aki ebbe beáll? Mi, 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 közelnek Rudolf Péternek? Ott voltunk mi, mi adtuk a vallomást. Ezek után írtunk egy üzenetet, egy e-mailt, hogy már pedig mi szeretnénk. A fővárosnak? Igen, hogy már pedig mi szeretnénk ennek utána járni, és tudni azt, hogy mi az oka ennek, hogy ez nem, hogy ez megsemmisítés, vagy nem, akkor még nem volt a megsemmisítés, hogy mi erről nem kapunk egy át vagy B. -t. Tehát azt mondani, hogy történt hatalommal való visszaélés és abúzus, vagy nem történt. Ez volt, ennyi volt a Mai napig ez a kérdésünk. Ez legyen kimondva. És azt mondták, hogy ők tájékoztatták az a, a intézmény vezet, jelenlegi vezetését, ők ne, nem, 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 tudnak többet, több adatot kiadni. És mi tovább mentünk, és kértünk jogi segítséget, és azt mondtuk, hogy már pedig van egy, ez nem tudom pontosan, akkor nagyon jól meg volt fogalmazva, visszatudom tudom keresni, hogy ez nagyon fontos, de hogy van, amire tudunk hivatkozni, amit miatt ki, kér, ki, kellett, kér, ki kellett adniuk a vizsgálat eredményét. És erre jött a válasz, hogy a, a, az érzékenységre való tekintettel a vallomásokat megsemmisítettük. Hogy, hogy a fenébe? Tettük? De és akkor vége van ennek az ügynek a hivatalos keretek? Hát annyit tudunk csinálni, hogy ezt mindig forró topikként kezeljük, és elmondjuk a lengyel ami meg én, Ketten, amikor van lehetőségünk és médiafigyelem, elmondjuk, hogy ez a helyzet van, mai napig nincs megoldva, és mai napig nincs normálisan keretezve igazából, hogy mit jelent egy etikai kódexnek a, a, a kézzelfoghatósága egy színházon belül. És az, hogy igen, mai napig fehérre mossa a médium a, a, a nőt, aki egyébként ezt és ezt az abúzust elkövette. De ez nem csak vele igaz. Én Na de, egyébként, de, de hogy ö, most maradva az eszenyénél, az nekem egy érdekes kérdés, meg beszéltünk erről egymás között is a kollégákkal, hogy, ö, hogy meddig tart mondjuk az az időszak, meddig neki vagy rajta ott van ez az ügy. Tehát mondjuk valaki elkövet egy bűncselekményt, akkor is az van, hogy nem is kell feltétlenül bocsánatot kérnie, hanem mondjuk leüli a büntetését, kifizeti a pénzbírságot, és hogy nyilván a társadalmi reintegráció az arról szól, hogy akkor utána ő visszatérhet akár ugyanabban a szerepkörben is, max. Nem tudom, lehet, hogy eltiltják a közügyektől, stb. stb. De hogy te mit gondolsz erre, hogy az, hogy ő mondjuk intézményvezetőként olyan dolgokat tett, itt ugye azért a fizikai erőszaktól a verbális abúzuson át, ugye nagyon sok dolg elhangzott vádként, hogy Meddig tart mondjuk az az időszak, ameddig neki nem, vagy ő nem kívánatos szereplő mondjuk az ilyen színház életben, meg a nyilvánosságban, és honnan van az, hogy akkor ő visszatérhet, és van egy megbocsájtás mondjuk akár a, a buzáltak részéről? Nézzen szembe az elkövetett tetteivel, és kérjen bocsánatot. És senki nem tette meg eddig. Senki, aki ebben a helyzetben vádolva volt ma Magyarországon. Az, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ne kezdj egy bocsánatkérést, nem. Tedd a szívedre a kezed, hallgass meg, hogy miről beszéltünk, és kérj bocsánatot. Lásd be, amit tettél. Vállald be azt, amit tettél. Nézd bele az, az embernek a szemébe, offline vagy online, és mondd azt, hogy bocsánat. Bocsánat. Tudod, igen, iszonyú nehéz kimondani egyébként a bocsánatot. Tényleg, valóban bocsánatot kérni. De. De muszáj megtenni ezt, mert ha nem teszed meg, akkor nem nézel szembe azzal, hogy milyen felelősséggel bírsz a jövő generációja felé. Hogy én ezt megtettem, és, és szerintem itt nagyon komoly dolgokról lehetne beszélni. Például az, hogy mi öröklődött abból a, 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 a generáció, például az Enikő generáció, mit örökölt az oktatásból. Hogy ők ők a mesterség óra előtt hánytak, annyira izgultak az ő mestereiktől, hogy mit fognak hozzájuk szólni. És azt gondolom, hogy nem tanultak mást, mint ezt a fajta abuzív ö, viselkedést. Ez a, ez, a, ez a generáció ebben nőtt föl, és nagyon szerencsés az, aki, aki nem így rendez. De azért az a generációnak nagyon nagy része így rendez. Így igazgat, így gondolkodik mert nem kapott más alternatívát. Ez miért jellemző szerinted, vagy jellemzi, vagy jellemezte akár akkor, meg nyilván az, hogy most ez így tovább ahogy mondott, hogy én most azért, hogy más szakmákba így belegondolva, amikre így van valamennyi rálátásom, azért, azért nekem nincs olyan élményem, hogy akár az újságíró szakmán belül emberek állandó gyomorgölcsel élnének és mennének be a munkahelyükre, vagy a pedagógusok körében sincs az feltétlenül. Tehát, hogy... Azért, mert van egy ilyen tévhit, ez, ez, ez megint egy ilyen Transzgenerációs őrület, ami öröklődik, hogy a színészek, amikor szenvednek, amikor, amikor sanyargatják őket, vagy ő saját magukat, akkor érik majd el a kívánt hatást. Ez egy, ez egy baromság. Nem. Én akkor leszek igazán jó színész egy, egy filmben, vagy egy előadásban, ha a rendező bízik bennem. Ha sanyargat, ha kicsinál, ha kiabál velem, ha abuzív, és hogyha ebben a helyzetben nem véd meg a környezetem, akkor elárulva érzem magam, és traumatikus lesz a próba folyamat élménye. Ez pszichológia. De ezt nem kell túl bonyolítani. És lehet, hogy abban az előadásban én jó leszek, de nem azért, mert egy mocsok voltál velem, hanem azért, mert lenyeltem a szörnyűségeidet, megrágtam, kiköptem, és azt mondtam, hogy már pedig én ebben az előadásban akkor is jó leszek. Nem attól lettem jó, hogy tönkretettek. És ugyanez a rengeteg kutatás, ami már kimutatható a sportolóknál is, hogy nem az a fajta fenyítő, akár, akár fizikai, akár mentális abúzus vagy, vagy fenyítés a, 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 érjél a kívánt hatást hanem a bizalom, a szeretet, a, az, hogy a pozitív kommunikáció. Hogy lehet, hogy Bodó Viktor egyszer sem volt egy hangos szó a próba folyamat alatt, amikor vele dolgoztunk, és a világ egyik legjobb eladást csináltuk szerintem a revizort. És itt, itt, ez öröklődik, hogy nekik hányniuk kellett a mesterség óra előtt. Ezért nektek is hánynatok kell a mesterség óra előtt. Nektek is ugyanazt kell végigvinnetek. Nincs más iskola előttük, amiben tudnák csoportosítani a, 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 a szeretet nyelvét, hogy azon hogyan kell szólni a diákhoz, hogy hogyan kell megerősíteni, hogyan kell önbizalmat önteni beléjük. És szerintem ez az, ami iszonyosan hiányzik. Ez az, ami fájdalmas, és ezért van az, hogy mai napig próba folyamaton, budapesti vezető színházban egy rendező kicsinál egy fiatal pályakezdő ö, ö, színészt. Tönkreteszi. És, és, és a társulat kussol. És nem mer megszólalni. Mert ebben szocializálódunk. De nem csak a színház, az egész társadalom ebben szocializálódik, hogy kussol. Mert fél megvédeni a másikat. Fél kiállni a villamoson, amikor, amikor, amikor oda, oda megy valaki, megrángat valakit. Én inkább inkább nem nézek oda. A társadalom ugyanezt csinálja. De abban a helyzetben, amikor én mondjuk találkozom ezzel a szituációval, és velem volt már ilyen, akkor azonnal kiállok. A kérdés nélkül. És mindig mindenkit arra tolok ezekben a szituációban, hogy álljon ki. Mert az a lány vagy fiú, aki, aki fiatal pályakezdőként abuzált lesz a rendező által, őnek ez traumatikus lesz. Traumatikus lesz az, hogy a rendező hogy beszél vele, és traumatikus lesz az, hogy nem áll ki a környezete érte. És lehet, hogy egyébként emiatt téged uh, vannak olyan, akár rendező, vagy akár olyan, uh, nem is tudom, milyen produceri körök, akik mondjuk ilyen problémás Persze. elemként könyveltek el, Persze. mert hogy ahogy mondtad, hogy a mi kis falunktól a kezdve, Persze. a Vígszínházon át, te egy olyan elem vagy, aki nem fogja befogni a szemjét. Ez nem kérdés. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan rendezők, akik azért nem dolgoznak velem, mert ez a módszer szerint dolgoznak, de, de konfrontatív helyzetben nem akarnának belemenni. Biztos vagyok benne, persze. Én nem is akarok azokkal az emberek együtt dolgozni. Na, mindjárt vissza fogunk térni egyébként a színházas témára, de előtte még egy kitérőt tennék, Krúbi. Ez hogy esett? Ah. Ugye az volt a helyzet, nem tudom, hogy nézzük le. Lehet, lehet, hogy érdemes, ugye az új számában az hangzott el, hogy ő meg eljár a rá, el, hogy sípoljon, dobáljon, túlteszi magát azon, hogy cringe-el a noáron. Ez hangzott el az egyik számában, majd utána a Telexnek nyilatkozott a Sajó Dávid After című műsorában, és azt mondta, hogy kellemetlen palinak tart, illetve, hogy több olyan zenésztársa is van, aki miattad nem ment el valamilyen tüntetésre. Ugye hm. ez érzékeny pontra tapintott. Amikor erről a témáról beszélünk, szerintem ez egy magá magánvélemény, amit én elfogadok. Ez az ő privát véleménye, és ezzel nem szeretnék vitatkozni, hogyha ő ezt érzi velem kapcsolatban. A, a Facebook poszt, amit neki írtam, vagy neki üzentem, mert azt gondoltam, hogy ez, ez a fórum az, ami működhet, abban én kérdéseket teszek föl. Ami semmi másról nem szól, mint a beszélgetésünk eleje. Hogy oké, okay, hogy cringe, meg oké, okay, hogy kellemetlen vagyok. Elfogadom, tudomásul vettem, hallom, amit mondasz. Mondd meg, hogy hogy, ez, hogy nem lesz ez cringe. Mondd meg, hogy, hogy az ellenállás, hogy lesz menő. Hogyan én étnappal évi az új formákat keresem arra, hogy ez működhessen, hogy az, hogy jó legyen, és ne legyen cringe. Mondd meg, hogy, hogy, lesz, hogy, lesz, hogy lesz menőbb, hogy lesz jobb. Hogyan húznál be több embert ebben a, ebben a, ebben a helyzetben? Ezek valós kérdések. Azt a feleségem kérdezte, hogy ez, ez tényleg kíváncsi, hogy, 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 hogy ő erre mit válaszol, és azt mondom, hogy igen, tényleg kíváncsi vagyok rá. Mert, mert ez egy kritika, amit, amit, el, amit el kell fogadni, hogy ez így gondolja. És én megnéztem többször, azt hiszem tízszer néztem meg azt az egy percet, hogy lássam a Sajó Dávidnak is a reakcióját, és lássam a Krubi reakcióját, illetve a közönség reakcióját. Így ott nagyon tapsol a közönség, amikor elhangzik, hogy én egy kellemetlen pali vagyok. Tapsol, a, vagy örül a közönség és a Sajó Dávid is. az, az volt a legfájdalmasabb része, hogy ilyen, ez az önfeled hahotázó gurgula, ami így kibukik belőle, hogy hát ezt miért lehetne kimondani, miért lehetne kimondani, kimondja, hogy nem lehet kimondani. És, és talán az, hogy a Sajó Dávid a Telex After műsorában, mint objektív újságíró azt mondja, hogy a kedvenc részem hogy, és elmondja azt, hogy, a, hogy én cringe vagyok. Tehát ez, ez minden csak nem objektív. És az, az, ahogy Sajó lenne egy Sajó Dávid műsora, az szerintem tök oké, hogyha van egy szubjektív véleménye ezzel kapcsolatban, de én az, az én kérdésem igazából a Telex felé is az, hogy hogy, ez, hogy azonosul -e ezzel az értékrenddel, amit azt mondja, hogy a kedvenc részem az, hogy a Noir cringe, hogy vajon elgondolkozunk-e, vagy a Sajó Dávid, vagy a Krúbi egy pillanatra elgondolkozott azon, hogy, hogy mit tettünk bele abba, hogy egy, egy közösség mondjuk kiálljon magáért, vagy, vagy mit tettünk bele abba, hogy ez az ország egy jobb legyen? Én abszolút hallottam a kérdésedet, és nem akarok alól kibújni, de mondjuk azt én biztosan nem fogom megtenni, hogy, hogy bármelyik kollégámnak a kérdését, vagy az ő újságírói magatartását bármilyen szinten véleményezzem egy műsorban. Tiszteletben tartom, hogy ő ott akkor ezt mondta és reagált úgy, ahogy. Engem inkább az érdekelne, hogy, hogy kaptál választ a Krúbitól? Nem kaptam választ, de <coughs> ugye itt, itt, még, itt még egyszer, én mai napig várom a választ. Tök jó lenne. És ahogy mondtam is a kézifékről, vagy a csöndben maradásról, hogy mondja meg ő, de tényleg kíváncsi vagyok rá, tök jó lenne, hogyha kiderülne. És um, az csak egy ilyen adalék, hogy nem tudom, ezt tisztában a nézők, vagy te tudod, de hogy a, az első tüntetésünkkor, az oktatásnak a tüntetésekor, amikor a Kossuth téren szerveztük, a Krubi küldött nekünk videót a Noár tüntetésre. Mondta, hogy nem tudott lenni, de küldött egy támogató videót, tehát azt jelenti, hogy az ügy mellé állt azt gondolom, hogy sokszor van, hogy a brandhez is hozzákapcsolódik ez a fajta pessimista, illetve ilyen kekec gondolkodás, a mondjuk velem kapcsolatban, hogy benne van a stílben az, hogy, hogy őt fikázni, az, az trendi, vagy, vagy az, hogy ez cringe-nek kell titulálni azt, amit én csinálok, és elfogadom, tehát teljesen elfogadom. Soha nem fogom magam, ahogy nem hívtam magam, sosem boxolnak, vagy jól olvasnak, sosem fogom magam rappernek titulálni. Nem gondolom azt, hogy én rapper vagyok, azonban hogy a fantasztikus ő rapper. De, de, én sosem leszek az. Én csak a repet, mint eszközt használtam arra, hogy bizonyos dolgokról tudjak beszélni, amelyek számomra fontosak. Na de ez nekem most így nagyon megütött a filmet, hogy a, ez a 2022. márciusi tüntetés, amiről. Áprilisi. Vagy áprilisi tüntetés, amiről. És le is ment a videó. Igen, ott voltak Rubi. Ott volt a Krúbi, Ott Úgy volt a videó. ott volt egy valamilyen szintű kapcsolat. Tehát igen, gyakor, persze. Tehát a igen, meg. Hogy nem te beszélte vele. Nem, hanem a, egy Orsi nevű lány, aki, a, 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 aki a szervezte azt, hogy ki az, aki videókat küldjön ki, az, aki támogató videókat küldjön, stb. De mindenkinek elmondtuk, hogy miről szól a történet. Úgy akkor neki azzal nem volt baj, hogy egy Noáros eseményre. No Noár és tanítanék közös tüntetésen, a klubnak lement a támogatói videója az, oktat az oktatásért. Tehát hogy ez egy kicsit elkerülte a figyelmét. A másik pedig, hogy. Az, hogyha valaki nem jön el miattam egy tüntetése, oké, ezt is teljes mértékben elfogadom, de, de ugyanebben a videóban és ugyanabban az egy percben. A sajudávő megkérdezi, hogy egyébként ha nem, mennék, ha nem lennék ott, akkor ő elmenne? És azt mondja, hogy nem. És szerintem ez a legszomorúbb abban a videóban. Hogyan, hogy, hogy van az, hogy, hogy te használod az ellen, ellenzék, ellenzékiséget arra, hogy meggazdagodj? Érted, hogy ha egy, te egy uh, Orbán Viktor figurát emelsz, és, és, szól a zene, és, és aztán megcsókolod, és, és ez, 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 egy, ez, egy, ez egy brand, amit én elfogadok, és látom, és értem, értem az egészet, de, de akkor szerintem ér elmenni egy tüntetésre, és beleállni ebbe a rendszerbe, vagy elmenni az Iványi Gáboréknek a fűtött utcájához, és azt mondani, hogy figyelj, itt leszek egy, egy órát, és, és tök csak szlemelek, reppelek, vagy beleállok ebbe a történetben, mert mert ha nem teszed meg, akkor ilyen megélhetési ellenzékivé válsz. És, És akkor azt jelenti, hogy a krubi az, tehát hogy nyilván az egy üzletileg megéri neki, hogy egyébként felemeli az Orbán nem, ez, nem, ez nem, kérdés. És szerintem ezzel az égvilágon nincs semmi baj. És itt jön megint ugye az, amiről beszéltünk, hogy ez olyan, a színészet, hogy oké, okay, színészként csinálsz ilyet, egy, egy előadó művész, aki ezt csinálja. De szerintem a felelőssége azt, a média médiafigyelmet és azt a fajta lehetőséget, hogy nagyon sok emberhez szólhat, azt felhasználni arra, hogy, hogy azért értékek mentén tudjon kommunikálni, és esetleg kihívja őket a Iványi Gábor melletti kiállásra. És azt mondani, hogy esetleg támogassa a magyar evangéli, magyarországi evangéliumi testvérközösséget. Engem, engem, ez, ez esik, nem az esik rosszul, hogy ő azt mondja, hogy én kellemetlen pali vagyok, hanem az utána való nihil. Hogy, 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 hogy igazából nem vesz részt, a, a, abban, hogy, hogy ő megmozgathatna x mennyiségű embert, vagy beletehetne melót, beletehetne támogatást ebbe a közegbe, és az a fajta ilyen felelőtlen odaböffentésem ér szerintem, hogy, hogy én egyébként nem megyek ki. De, de, hát, de hát én is ott vagyok más tüntetésekkel, amit nem én szervezek, hiszen fontosnak tartom a társadalmi felelősségvállalásunkat ebben a helyzetben. Jó, ott egyébként ugye nem is azt mondta, hogy ő nem menne ki, mint magánember, hanem hogy zenészként nem lépne fel. És azt, hogy magánemberként most kimegy vagy nem megy, az egy másik lapra De miért nem? Én, ugyanezt kérdezem a, 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 cikkben is, hogy miért nem megy el? Tehát, hogy ha elküldte nekünk azt a videóanyagot 2022. áprilisában, akkor miért nem megy el egy tűnő független, nem kell a mit szervezett tüntetésünkre, menj egy másik tüntetéssel, miért nem? Mert, mert nincs itt még az ideje? Vagy, vagy, vagy mikor lesz az itt az ideje? Vagy az, hogy ez nem fér bele a brandbe, de az belefér, hogy Orbán Viktor figurát csókolunk? Ez, 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 tehát, hogy a, a, a valódi tökös beleállás szerintem a közügyekbe az, amikor egyébként ezt, ezt mind a kettőt párhuzamosan csináljuk. Na, a Krubita egy picit tovább lépve. Öm... Egy 2021-es interjúban, ha jól emlékszem, azt a 24-nek ott volt két önkritikus mondat, amit, amit felírtam tőled. Az egyik az volt, hogy sokszor kapok olyan visszajelzést, hogy elviselhetetlenül idegesítő vagyok, mert pörgök. Ez volt az egyik mondat. A másik pedig, hogy vajon minden emberhez eljutnak-e Noár üzenetei, ha ilyen hevülettel fogalmazom meg azokat, muszáj jobban kontrollálnom magam, indulat helyett több humorral kezelni a dolgokat. Ugye ez két évvel ezelőtti nyilatkozat, hogy hogy azóta, hogy látod, mondjuk ebből a szempontból bejárt e valamilyen utat? Igen, de azért mindig van mit is Szóval az, azt gondolom, én egy vehemens ember vagyok, és ezt a vehemenciát azért muszáj kordában tartani. Ugyanezt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy, hogy egy, egy objektív képet tudjak adni, vagy akár egy szubjektív képet, de ne, ne egy vehemenset helyzetet. De hogy én az vagyok, tehát én, én nagyon, nagyon ostoba dolog lenne letagadni azt, hogyha hogy én nem vagyok egy, egy, indulatos pali, vagy az, hogy én nem, nem vehemesen kommunikálok, hogy nincs bennem ez a fajta ilyen, ilyen, ilyen buzgóság. Ez, ez, tényleg bennem van, mert, mert hajt a változásnak a, a, az igénye, vagy esetleg az, hogy valami, valamiről tudjunk kommunikálni, és én arról így beszélgetek egy baráti társaságban is, ahogy most el lehet kommunikálok, de itt is visszafogottabban próbálok azért kommunikálni. Mert, mert szeretném, hogyha sok több információ jutta át, mint inkább az érzelmek és az indulatok. Tehát például, amikor Attiláról, a, a Fideszről, vagy Eszenyiről van szó, sokkal több indulat buzgál bennem. Mert ezek traumatikus élmények. De mégis megpróbálok objektívan kommunikálni róla, mert tudom azt, hogy igyekszem több, nagyobb hatást elérni azzal, hogy az információ üssön el, és ne, a, ne az érzelem. De, de ezek, 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 mind validak, tehát hogy ez, ez, ez tényleg bennem van, és, 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 és tényleg, 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 így van. Meg érdekes volt a Starbucksnál, most ez felmerült, <laughs> érdekes dolog ez, hogy, hogy nem sokan, de, de láttam azt, hogy írták is, meg az én olvasok kommenteket is. Szerintem az fontos, ez az, az egy leképzés a társadalmunknak szerintem, mind fogalomrendszerben. Tehát, hogy hogy hát valaki pont a lelkét akarja, hát nem tudom, megóvni attól, hogy kommenteket olvasom. Én, jól, én elolvasom őket. El azért olvasom, mert, mert tényleg ott, ott megismered a, a, a fogalomrendszert, azt, hogy miben fogalmazunk ma, vagy mi, hogy a, 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 esetleg a propaganda az emberekre, mi az, ami, a betalál. És érdekes volt, hogy ez a, ez a drogos tituláció. Ez nagyon érdekes, az, hogy nagyon sokan azt mondja, hogy biztos be volt cuccozva. És hogy hát egyértelmű. És például mondták is, hogy hát nézd meg ott, amikor összeállt a rácienővel, hogy ott is így áháj, húzogatta az ákapcsát, meg így grimaszolt. És ez itt érdekes, hogy nyilván a, 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 tudás hiánya ostobaság kihoz vezet. Tehát, hogy az azért csináltam, mert ahhoz, hogy amikor boxolsz, akkor be kell lazítani az állkapcsolat. És ha megnézed egy profi boxot, akkor ott is ugyanezt csinálják. Tehát az áll átmozgatásával, vagy az arc széthúzásával melegíti be az állkapcsot, és készítik fel az időmemóriát arra, hogy ütés fogja őket érni. Azért ütögetem az arcomat végig, azért ütögetem, mert bolond vagyok. De azért, mert tudom, hogy ütés fogja érni, és megtanultam a profi boxolóktól, hogy ezt így kell csinálni. De mivel te leforgatod a toxikomát, és nem azt mondod, hogy a, a, a droga az bűn, és be kell tiltani, mert és ilyeneket csinálsz, vagy az, hogy ahogy pöröksz, vagy az, hogy nézd meg, milyen tág volt a pupillája, hát ember. Az az adrenalin soknál mindenkinek táblá, tág lenne a pupillája. De hogy így, de hogy így könyörgöm, hogy, kezd, hogy, kell, hogy miért, miért kell nekem most harcolni például ezzel a, ezzel a történettel, érted? Hogy így, ezek, ezek baromi nehéz ügyek, ez, az, hogy, az, hogy igen, gyorsan gondolkodom, vagy, vagy, vagy vehemensebb vagyok, túlpörgök, de hogy, nem, nem cuccodok, sőt, tehát hogy a toxikom kapcsán azért elég rendesen beláttunk abba, hogy a, a kábítószer mint olyan, az mennyire veszélyes és mennyire durva. Nincs rá szükségem. Egyrészt <laughs> nincs rá szükségem. És ugyanez van az alkoholral is. Na de hogy a maga ugye az eredeti kérdés, vagy ugye a kijelentéseidre való reflexzió, akkor az arra vonatkozott, hogy akkor neked azért van egy ilyen folyamatos jelenlét, tehát, hogy próbálod visszafogni magadat, amiatt, hogy, hogy ne, tehát hogy inkább egy ügy kerüljön előtérbe, semmint az, hogy most te abban ott vagy szerepelsz, meg a szakérni. Most ennek az ékes példáját látod az elmúlt tudom, egy évben, vagy, 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 vagy fél évben, vagy több mint, több mint, több mint fél évben. Hát ez, ez ugyanerről szól. Csinálom a saját ügyemet. És amikor például, ugye, csak visszatérve a történetről azt mondják, hogy, jó, hogy rátelepedni az ügyekre. Tehát tiszta szívemben mondom, nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Tehát ez a Starbucks, ez szuper volt, itt a társulatunk, a Loop Színházi társulás, ez egy fantasztikus ügy, egy tök, tök, izgalmas kezdeményezés, az államtól és a rendszertől függetlenül csinálni művészetet és színházat. Ez, engem ezek érdekelnek. Ott, ott, a családom, ott a magánéletem, amikre nagyon sokszor nincs idő, pont azért, mert a közügyekben veszel részt. Én, én, én nagyon szívesen csinálom ezt a közügyektől függetlenül. Tehát az, hogy én rátelepedni, vagy, vagy ezekkel az ügyekkel menni. Nem, 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 én ezt nem, ezt nem, akarom, és nyugodtan csinálja más. Tényleg. Tehát, hogy érhet ez a kritika, az biztos, hogy, hogyha, hogyha, ez egy kellemetlen pali, akkor, akkor a kellemetlen pali háttérben megy ilyen helyzetekben, és, és csináljátok ti. Egy témáról akartalak még kérdezni, ez a Loop Színházi Társulás, amit négyen alapítottatok tavaly, és a második évadát fogja elkezdeni. Én azt tettem a honlapotokon, hogy összesen vagytok 13-an a háttér stábbal együtt színész, rendező, tudom, kellékes, ebben minden benne van. És ahogy te is említetted, ugye ti állami források nélkül próbáltok piaci alapon csinálni egy színházi, egy színházat tulajdonképpen. Ez mennyire életképes modell van ma Magyarországon? egy rövid távú történet tudok most elmesélni egyelőre, mert ugye a Loop Színházi társulás egy éve színházi társulás. Tehát, hogy létrehoztunk egy előadást, meg Árvák volt a címe, és ezen felbuzdulva, hogy ez mennyire izgalmas alkotó közeg, megcsináltuk a Becsapódás című előadást, ami meg ugye improvizáció alapul, és most meg ma bármi lehetséges, hogy erősen gondolsz rá című előadást, ami Rusznák András és Sódra Eliza főszereplésével látható, amit Horváth Jánosan rendezett. Ez a három repertoár előadásunk és szerintem ez egy óriási siker. Az, hogy létre tudtuk hozni ezeket az előadásokat, és most próbálunk egy új bemutatóra, amit Mohai Tomás barátommal, Mohai Tom barátommal, Starenki Dórival csinálunk hárman, Horváth János Antal rendezi, egy cirkuszszínház, a kezdet végéből indul ki igazából az előadás. Tehát az artista, a zsonglőr és különböző trükk különös keveredése a színházzal lesz az új bemutatónak a fő csapás iránya. És azért érdekes ez, mert, mert a, ugye itt van egy, van, egy, van egy, vízió, hogy ez szeretnénk egy szabad színházat, egy szabad országot közösen végreha, vé, 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 létrehozni. És ebben van valami hihetetlenül kísérleti, azért a más és, és Horváth János sokkal több melót tesz ebbe a történetbe bele, tehát Lovas, Rozi és én, mi művészeti tanástagok vagyunk, tehát a fő, a fő részét, azért ez mégis a Tomi és a Jancsi az ügynek, de azért itt, te jó ég, tehát létrehozunk egy, egy évadot, független az államtól. Van egy Patreon felületünk, ahol minket lehet támogatni, a jegyvásárlásra is lehet minket támogatni, de hogy nincs benne állami pénz. Nincs, nincs benne a rendszernek a pénze. És, és ez a fajta kiszolgáltatottság háttérbeszorítása, ez valami hihetetlen komoly levegővételt enged. De ilyen pont az, amit, ami a, a művészet okoz bennünk, a szabadság érzet, érted? Hogy így, hogy így van lehetőségünk végre ezekről az ügyekről tabumentesen kommunikálni, meg, meg olyat csinálni, amit mi akarunk. És ma is, érted, ülünk a próbán, és szakadunk a röhögéstől, és, és sztorizunk, és csinálja, és hogy próbáljuk ki a trükköt, meg nézzük, néznek ezt a videót, tudod, és így olyan, egy, egy, valódi alkotóközeg, ami, ami, ami miatt így a, ami, ami, a színmű hangulatát hozza vissza, amikor tényleg egy ilyen minden a munkáról, és a, a, a a művészetről szól, tudod, és, így, és pont ez is erről szól. Hogy De és akkor azt mondta, hogy tabu mentesen, hogy, hogy mondjuk egy külszínházban ennél óvatosabbak ma a rendezők? Szerintem van kőszínház, ahol, nem, nem, van ahol óvatosabbnak kell lennie mert, mert fenntartott, vagy csak azért, mert, mert a, a, a erre figyelnie kell. Tehát azért, de, 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 ez biztos, hogy így van. Tehát ez nagy üzemben, ez tényleg, ez, ez elképzelhetetlen, hogy ez milyen felelősséggel tartozó, akár a munkatársaid, akár a társulatod, vagy akár a nézőid felé. Tehát ez nagyon fontos. De nálunk pont ez a fajta kompromisszum nélküliség, ami, 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 ezt, ami, ami izgalmassá teszi ezt. És érted, azért 30-40, meg 20 évesek vagyunk ebben az egész történetben. Tehát, hogy itt, itt tényleg itt Bezseg az alkotási vágy. Tehát ez az, ami minket éltet, és nem az, hogy m -m, hogyan húzzuk meg a kereteket, meg tudod, bontsuk le a kereteket, új formák, próbáljuk ki minél több izgalmas dolgot, és ez az, ami éltet minket. Ezért tisztelően izgalmas, hogyha minél többen jönnek az előadásaink. De és ez mennyire, mennyire lehet egy életképes modell? Nyilván ezt egy kicsit ilyen általánosabban, vagy ilyen tá tágabbról nézve is kérdezem, ugye pont amiatt, mert a legutóbbi minisztériumi pályázaton ugye rengeteg független alkotó közösség, ugye nulla forintot kapott állami támogatásként, és hát ugye ezzel az látszik, hogy nyilván a művészet, meg a kultúra, meg akár mondjuk érted egy, egy független színház, vagy egy, vagy egy kis színház, tehát hogy, hogy azért nagyon rá van utalva állami forrásokra, pont amiatt, amit te is említettél, mondjuk Lengyelországgal párhuzamba hozva, hogy azért ez egy sokkal nagyobb piac, itt ez egy kis piac, itt az államnak a szerepállása, ez minden szinten őről csak az számít, most akár pont a médiát is be nem, hogy ott is az állami hirdetésekkel milyen szinten lehet torzítani. Tehát, hogy ez a mondjuk a ti esetetben ez mennyire. Hát ugye, hogyha belegondolsz, ugye minket ez nem érint, hiszen pont ezért döntöttünk így, és pont látva ezeket a példákat, például hogy akár ott van a, a Dudai a társulat, aki egy egészen elképesztő társulat, és világszinten és világ, világszínvonalú előadásokat csinálnak, nem kap, nulla százalék támogatást kapnak, 0 nulla, forint, tehát ez egészen elképesztő. Szerintem itt, itt jön a képbe az, hogy, hogy, a, hogy mi képesek vagyunk-e egy olyan alternatívát teremteni, amiben, amiben megmutatjuk, hogy már pedig hittel, erővel és, és elszántsággal tudunk egy olyan társadalmat létrehozni, amiben például nincs állami pénz. De akkor ez lehet? Ez lehet egy működőképes modell szerint? Tényleg pont erről beszéltünk, volt, vendégjátékon voltunk gyöngyösen. És amikor jöttünk visszafelé, akkor azt mondtam a Tominak, hogy szerintem Tomi, ez egy siker a, 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 és a Tomi pedig ugye, én vagyok mindig az ilyen örök optimista, a Tomi pedig azért mindig az, inkább úgy mondanám, nem pessimista, de reális talajon evez mindig, és azt mondta, hogy azért ez még nem siker, hogy itt még nagyon, ha akkor siker, hogyha ezt az évadot megcsináltuk. És ebben igaza van. Tehát, hogyha ha ezt az évadot úgy tudtuk lezárni, hogy ez egy működőképes dolog, és tényleg repertoár előadásaink vannak, működik, és minden próba folyamatnak a végére egy premier pontot tudtunk tenni, akkor jön létre az előadás. De én Igazából egy csomó helyzetben, talán pont a Noárnak a, 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 kudarcai miatt vagyok ilyen kiéhezve a sikerre, tudod? Az, hogy én már azt is, azt is sikernek érzem, hogy, hogy gyöngyösen voltunk egy előadáson, és utána volt 20 uh, gimnazistával közönség találkozó. Tehát nekem uh, is jó érzés. Tudod, az, hogy, kitaláltuk azt, hogy az előadások után fotót lehet velünk csinálni. Ez, ez például, és mondta egy 20 éves csaj, hogy ezt eddig ezt nem csináltátok? Tudod, és így persze, hiszen a, a, a hogy integrálod azt a generációt. És, a koncertek, vagy ez pont azért volt, mert elhívtak egy, egy, egy BSV koncertre a srácok. Mert a Starbucks miatt megismertem a Matyt. És a Matyi elhívott egy koncertre, egy BSV koncertre. Ami után azt láttam, hogy a Uh, BSV srácok mindenkivel fotózkodnak a uh, koncertjük után. És azt mondtam, hogy, és ott álltam, és azt mondtam, hogy te jó ég, hát miért nem csináljuk ugyanezt a lupszínen társulásnál? Bontsuk le azt a bizonyos falat, ami azt eredményez, hogy a színészek a járó mennek be és jönnek ki. A színészek érinthetetlenek. Nem igaz? Mi, mi, nekünk te, ha eljössz, Tomi, megnézi előadást, a szövetségesünké válsz. És hadd adjunk vissza annyit, hogy te egy, ne csak az előadás emlékével menj haza, hanem csináljunk egy közös fotót. És most van egy fotófalunk, ahol lehet velünk fotózkodni. És, egy tök, és csak annyit kérünk, hogy a social médiában jelöljük meg a loopot. De ez... De ez látom, milyen érdekes, hogy mennyi minden hat egymásra. Hogyha, ha nincs a Starbucks, nincs egy BSV koncert. Ha nincs a BSV koncert, nem jövök rá, hogy ez milyen klassz dolog, nem csinálj meg a fotófalat, stb. stb. többi Tehát, hogy tök érdemes ennyire nyitott szemmel járni ebben a dologban, és, és én, én nagyon bízom ebben, hogy a, a végül, amikor azt, fogod, amikor azt mondjuk, hogy, hogy vajon a, a, kérdés az, hogy e siker a, a loop azt fogom mondani, hogy igen, Tomi, ez siker. De és akkor az, amit ebben beletesztek, nyilván próbáltok, játszatok, most elmentek Gyöngyösre, azt láttam, hogy vidéken is vannak előadásaitok, nem csak Budapesten, hogy, hogy ez mondjuk, tehát hogy, hogy pénzügyileg is tud egyébként rentábilis lenni? Igen, 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 igen. És pont ez az izgalmas benne. Hogy, tehát, hogy ez, tehát, ha jól csinálunk mindent, hogyha egy olyan társulatot hozunk létre, amelyet mi elképzelünk, és már a most futó számomra sikerként äh, kimondott, vagy, vagy jelzővel illetett társulat, az igen, kifejezetten rendtább is tud lenni. És az elbírja, is. elbírja egyébként a, a magyarok pénztárcája? Igen, persze. El. Hogy szerinted az, hogy most mondjuk egy ilyen egy kis társulásról beszélünk, hogy hogy milyen perspektíva tud ebben lenni. Ugye nektek most nincsen saját épületetek, hanem bérlitek a marcibányi rendezvényközpontot, hogy, hogy ennek lehet egy olyan felfutás, hogy teljesen az államtól függetlenül egyszer ez egy stabil háttérre, bázissal, és mondjuk nem 13 emberrel, hanem 60-nal működjön. Igen, persze. Tehát ez a, a közép és hosszú távú cél pont ez, és szerintem ez működőképes lesz. De most, a, most tényleg a, a legelején vagyunk. De én tényleg hiszem, hogy hogy itt, itt ez, egy, ez, egy óriási lehetőség, és egy óriási kalandbel idézünk ezzel a, az eloda, ezekkel az előadásokkal kapcsolatban, mint például most ilyen nyáron is lesz egy előadás, ami a foci témakörét járja át, ami, ami egy sok szereplős előadás lesz. És ugye akkor tud egy előadás rentábil lenni, hogyha kevesebb, néző, vagy kevesebb színész játszik benne, de most mégis a kriti, a, ezt a fajta ezt a vállalást, ezt meg kell tennünk ahhoz, hogy mi is érezzük, hogy, hogy most meddig ér és ez, ez, egy, ez, egy, ez egy kaland. És simán lehet, hogy ott is így belebukunk ebbe a történetbe. De hát akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy ez nem működik ennyi szereplővel, akkor maradunk a kisebbnél. Vagy azt mondjuk, hogy lehet, hogy ez máshogy kell, hogy működjön. És lehet, hogy ugye tök hiszek abban, hogy ez a fajta munka, ez látható és látható olyan emberek számára is, akik szeretnék a kultúrát támogatni. És hiszek abban, például, ha már a pénztárszára kérdeztél rá, hogy van ma Magyarország olyan ember, aki hisz abban, hogy ezzel a kultúrával, vagy ezzel, a, ezzel az elánnal, és hittel, és szabadsággal, mivel mi harcolunk a, 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 művészetért, és ezért az országért, azt fogja mondani, hogy szívesen támogatlak titeket, és a következő adásodat, büdzsét, azt jól nektek. Tehát miért ne? A Telexnek a telex ugyanis sikertörténet, ha vele gondolsz, és az semmi máshol nem múlik, mint hogy dolgoztok, ét nappal éve. <laughs> hogy ugyanezt csináljuk mi is, csak hogy hát ha lesz olyan, aki azt mondja, hogy, hogy mellénk áll. Az záró kérdéskör következik. Te most 2024 előtt néhány nappal, hogy látod, az egyen vagy-vagy kérdés, hogy melyik a fontosabb neked, vagy melyik szenárió esetében lennél mondjuk inkább elégedett, hogyha te színészként minél jobban kitejesedsz, nem csak a színházzal, hanem még nagy filmekben játszol, vagy valamilyen formában, de egyszer csak leváltják a, az Orbán rendszert. Ja, ú, ó, ez jó. Oké, okay, leváltják az Orbán rendszert. Ez nem kérdés. Hogyha, tehát az, 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 nem kérdés. De, de csak úgy, hogy, hogy egy, egy, egy normális alternatíva jön helyettem. Mert szerintem az nem alternatíva, hogy leváltani az Orbán rendszert. Tehát, mert ez, ez az, egy állomás hogy leváltani a, a Fidesznek a rendszer és a NER rendszerét, hanem jönnie kell helyette egy szakértői kormánynak például, akik tényleg egy, egy szabad és nyitottabb országért küzdenek valóban és normálisan és gyűlölködés nélkül. Hogyha föl nem, mondjuk tétre ez tök érdekes, mondjuk, hogy mondjuk soha többet, e, mondjuk, mondjuk ne kapjak filmszerepet, vagy, vagy mondjuk vagy ne, ne játszak színházban, fölraknám. Tényleg, fölraknám. Moller Áron, köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésünkre. Köszönöm a kívást. Ilyen hosszú interjúkat akkor tudunk készíteni, ha minél többen, lehetőleg rendszeresen támogatjátok a Telexet. És persze, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornánkra is.